didn't even get to run. Csiribú, csiribá, jó estét, jó szurkolást kívánok mindenkinek, skacok, szevaszok. Hát az előbb néztem el az őt, hátteret. Ezt nem hiszem el. Hát ez nem igaz. Jó reggelt, jó napot, amik már inkább estét lassan. Hello mindenkinek, skacok, szevasztok. Gólokban gazdag délután, Dani, nagyon szépen köszönöm a lucot. Ez így igaz, én se kívánhattam volna jobbat magamnak. Hello mindenkinek, skacok, tiszteletem. Nem tudom, miért vagyok ennyire sötét most. Valami oka ennek biztos, hogy van. Valamit már megint, Nézd csak, hopp. Na, valaki világosodott. Jézus Isten. Ezt urakoztam tovább itt magam. Mikor nincsen live, akkor is itt így. Így. Körülbelül. Jó reggelt, jó szurkolást. Hello mindenkinek, kacok. Szevasz Zoli, hello Hurka. Szevasz Dániel, szia Bazsó, szevasz Zalán, szeva Martin, Kristóf, Bandi, Lakfaluk, James, Dániel, Zalán, Isti. Üdvözlök mindenkit, skacok, szevasz Suspect Papa, hello, hello mindenkinek. Na, skacok, bele is vágunk akkor itt a durvulásba. Berakok ide egy kis, mivel foci, ezért legyen egy kicsikét durvulós kontroller meg essével az ölembe, köszönöm szépen. Nagyon jó, berakok egy kis muzsikát. Egy jó kis... Füleket befogni! Én szóltam. Én szóltam, gyerekek. Valami azért itt a háttérbe csörgedezzen, nem? Megint kétszer köszönt. Kettő Zalánunk van már. Amúgy tényleg csak... most tényleg kétszer köszöntem, igen. Jó van, most a hád az marad így, jobb felső sarok le van csippantva. Most itt nem akarok most már gyállítgatni. Indítom a Pest 18-as, kacok! Képzeljétek el, nagyon szorgalmas voltam. Készültem. Kerekperec úgy készültem, hogy... hogy megcsináltam most a játékot, tehát most a rendes logók vannak, rendes nevek, a mezek is elvileg, azokat nem néztem meg, de azok is működnek. Úgyhogy nagyon jó lesz, kacok. Szuper jó lesz, de tényleg. Hangos a zene, én vagyok hangos, halk vagyok. Zenehalk, szóljatok nyugodtan, természetesen. Szevasz Husa, szia Gyula kapitány, szevasz Fernando, szia Hunya. Üdvözletem mindannyiótoknak, skacok, szevasz Erik. Hello, hello. Nagyon jó! Nagyon jó a zene! Ez itt ez a kis bevezető kis videócska, kis intro. Nagyon jó, tényleg iszonyat jó hangulatos. Muszáj elnyomni, gyerekek, tehát én itt akárhogyha szeretnétek, még százszor visszanyomnám. Százszor lejátszanám nektek, csak hát lenne ott olyan pumpa utána itt a YouTube-ba kapcsolatban, hogy hajja, csuhajja. Szóhajja. Szevasz Szamás, üdvözöllek! Szevasz Dani! Akaratodon kívül elintézted, hogy, hogy új időpontot kelljen találni az F1-12-nek. Igen? Miért? Megvan. Ja, igen. Igen, 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 tényleg, 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 tényleg. Hogy az is szombatra lenne berakva, ugye? Igen, 15-re. Kutya, füle, macska, farka, hát ja. Igen. Igen, ugye szombaton 4-kor van a B-liga. Skacok, miragesport.tv oldalon meg tudjátok nézni a menetrendet, tehát Facebook oldalon is meg tudjátok nézni, de a honlapra ki lett pakolva egy hír a F1 2017 bajnokságának A ligával kapcsolatosan és B ligával kapcsolatosan ki lett rakva egy cikk, amit természetesen nézzetek meg jó minden, egyelőre úgy tűnik nekem, szóval ezeket nézzétek meg nyugodtan, mert nagyon-nagyon hasznos. Tehát aki jelentkezett, aki nem, azoknak is szerintem. Mindenféleképpen lejjebb veszünk a nehézségi szintből, és kacok, mert rohadt rég játszottam. Úgyhogy, de majd természetesen az a cél, hogy fölfelállítsunk. Úgyhogy a... Szia Icepen, szevasz Robin, üdvözöllek benneteket, kacok! Új karriert nem szeretnék kezdeni, Robin, mert... hát ez az egy karrier van most jelenleg, ugye Liverpool-lal kezdtünk, és... egy szezont ott lenyomtunk, majd a mentés az teljesen eltűnt,
gyanítom, hogy ott az újratelepítésnek köszönhetően, majd történt az, hogy akkor kezdtünk egyet ezzel a Manchester City-vel, és maradunk is ennél a csapattál szerintem, most még egy darabig biztosan. Úgyhogy ja, igen. Csücskacok! Igen. Úgyhogy a szombati napok nagyon mozgalmasak lesznek, ami az F1-et illeti. Elég mozgalmasak lesznek, egyébként lehet jelentkezni FIFA 18 bajnokságra is, Project Cars 2-es bajnokságra is lehet nyugodtan jelentkezni, és kacok, www.miragesport.tv honlapon ezt megtehetitek. Atya úr Isten, milyen szana széjjel szét csúcspányot. Mi ez a bagás? Uram atyám, most ez komoly? Uram atya. Na várjál már, nézzük csak meg, hogy hú gyerekek, atyagatya. Száné 87-es amúgy meg. Hát nem is tudom, hogy miért csináltam én ilyen felállást, gyerekek. Most őszintén, miért csináltam ilyen felállást? Hülye vagyok? Hát nyilván. Ja igen, mert nem támadtak középen a szélsőim. Valami ilyesmi, ez lehet az oka. Na mindegy. Mivel elég úgy tűnik, hogy nekem Átos igen, szerintem nyugodtan játszott a legjobb csapatunk. Mivel most egy jó darabig nem lesz meccs. Ami jó, mert ténylegesen tudunk menetelni úgy, hogy a lehető legerősebb kerettel. Ami tényleg jó. Szevasz Juturo, hello Máté, üdvözletem mindannyiótoknak, skacok. Hely, de régen voltam Balánál. Igen. Jutóról, nem lesz, ne aggódjál. Nézzétek meg gyerekek, valami egészen bámulatosan meseszép. Gyönyörű. Nézzétek. Gyönyörű. Bámulatos az egész. Krisi. A West Bromwich színeiben. Tehát fel lehet ismerni rendesen a játékosokat, gyerekek. Szia Bálint. Nagyon durva. Nagyon durva. Na nézzük, skacok. Nagyon rég játszottam, fogalma sincs, hogy mi hogy van. Uram atyám, de egyszer mindig annyira élvezetes játszani Pessel. Annyira lehet érezni a játékosoknak a minőségét, a tudását, a mindenét, a jelenlétét, az, hogy ők ott vannak és ott fociznak. Egyszerűen zseniális, de tényleg. Hopp, ott elbuktuk azt a lasztit, nem baj. Támadjunk le, gyerekek! Nem baj, bemelegedünk. De Bruyne fut hátra. Chadlit próbálja leszerelni, aki a Tottenhamnél volt, hogyha jól emlékszem, már pedig jól emlékszem. Kellene segítség, Sané is azt a minden, de hátra jött Sané segíteni, te jó ég. A bunkeres felálláson vagyunk, vagy ez jó? De Bruyne, micsoda szerelés, kérem szépen. Úgy van, passzoljunk oda, gyerekek, fordítsunk. Nagyon jó, annyira lehet érezni. Gyönyörű, nagyon jó, nagyon élvezetes. Hoppá! Micsoda buktatás volt, kérem szépen! Mendy. Mendy papa. Ott van, lepasszolt a Gündogánnak, és már megy a Sterling, gyerekek, hát kapura is lőjük! És gól! És a közönség hangja is egyből megjön, gyerekek, lenyűgöz. Engem ilyenkor szinte már majdnem a hideg kiráz, ami szerintem nagy szó egy játéknál. Ritkaság. Ritkaság. Nagyon nagy. Together we are strong, dare to dream. Micsoda feliratok ott a háttérbe. Így van, Sterling. Hey, gyereke, kipókhálózta rendesen a kapusnak a hónalját. Jó van, itt kell csinálni. És a Sané, és a De Bruyne, de szépen lépett hátra, gyerekek. Kyle Walkernél a labda. Kicsikét itt toszogatjuk. Gyerekek, innentől kezdve ráérősen fogunk, szépen tikitakázunk egyet. Hát ez nem jött össze. Gyerünk, támadjuk. Nagyon szép, hát... És tényleg letámadtuk őket. Gyerekek, jön a bepassz. Aguero, gól. Gól, igen, gól. Jól láttam. Nagyon szép. Hát egyszerűen a kommentátor extázisban van. Mint ahogy ér is. Gyönyörű passz, gyönyörű bepassz. És ott a gól, a befejezés is egészen elképesztő volt.
Szevasz, Haki, üdvözlök, szia, Sebestyén! Üdvözletem minden jótornak, srácok! Szépen! Micsoda befejezés volt az Aguero-tól, olyan nyakatekert mozdulat, de mennyire eredményes. Gyerünk Sanéval, le kell támadni. Én meg van, nincs meg a labda. Ja, nem is, hülyeséget beszéltem, nem Klisi volt ott a meccs elejénél, akit én Klisinek neveztem, nem Klisi volt, hanem Gibbs. Jelen Gibbs. Bevallom őszintén, hogy én őket mindig összekevertem még, mikor mindketten arzenálosak voltak. Két kis kopasz. Még a bőrszínük is azonos, szóval. És még a pozíciójuk is. És a posztjuk, ahol játszottak. Úgyhogy nem volt annyira nehéz dolgom. Az egy oldalháló Rondontól! A mindenit! Erről van szó, veszélyeztetett az ellenfél csapata. Ederson van a kapuba, és van egy nagyon jó kis kapusunk, Lafont, ha jól emlékszem. Egy fiatal tehetség. Hát Aguero, ezt nem tudom, hogy fogja lefejelni, így van, sehogy sem. Az Aguero egy elég alacsony növésű figura. A futballban, szóval annyira nem meglepő, hogy nem szerezte meg a labdát. Nagyszerű. Na nézzük csak. Igen, 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 támadjunk le. Gündogan eléri? Hát hogy ne érni el? Gündogan mindent elér, gyerekek. Csak az állóképességek katasztrófás. És Gündogan indul meg 1v1-be, vagyis 1v3-ba. Rálőjük Gündogannal, mert miért? Hoppá. Ez egy kicsikét katasztrofálisan szarlövés volt, maradjunk annyiba. Visszalép! Gündogan! Megy a Bakayokónak, így van. Hát Bakayokó igazából ő fáradhatatlanul hajt minden meccsen. Jajjajjaj, nem jött össze, nem tudtuk már fedezni azt a lapszti. Annyira rossz ritmusba kezdtünk el ott forgolászni, hogy tartatatlan volt már a helyzet. Mendy jön hátra, így van. Jönnie is kell, nagyon jönnie. És megvan a... nincs meg a labda! Beadás! Ederson! Uralta. Uralta, gyerekek. Egyelőre uralta. Bakayokónak így van. Hát de most egyszer beindulsz, Bakayoko egyszer meg nem. Mindegy, ott megy a Walker, gyerekek. Ott megy, megy. Hát kinek? Szöglet. Nagyon szép. Kioszta belőle a maximumot, mert Aguirot annyira fogták, hogy szinte esélytelen volt. És jött a beadás. Sterling! Azt, ami majdnem úgy szeret. Ki volt ott 8-as messzámmal? Gündogan? Majdnem úgy szeret, hogy megurult a kapuba. Majdnem. Szavaz Disztrojka. Igen, csak a 2-es ligában lesz regulár. Igen. Így igaz. És üdvözöllek még egyszer. Remélem már készülsz a holnapi versenyre. Cheat NG már beizítva. Na, Ederson uralta. Nagyon szép. Kiadjuk a szélre Mendyt. Mendyrek szerettem volna, de Gündogan sem olyan rossz opció most már. Hát nem oda szerettem volna passzolni. Aguero-nak nem ment el a labda. És nem tudta megszerezni. Walker indul a szélen, akkor mennyi fatter? Be kéne adni azt a lasztit. Nagyon szép! Úristen, pont emberbe ment az a, lab, az a fejes már. Jó. És ami nagyon fontos egyébként, hogy 17:30-kor lesz majd TSN egy megbeszélés. Ami tényleg részt kell venni. És ott az elég fontos dolgok el fognak majd hangozni. Hú! Gündogát le kell cserélni majd szerintem, skatszok. Nagyon el van fáradva, gyerekek. Valami ott nem stimmel nála. Ott valami nagyon nem kóser. Persze, Disztrojka, hogy de. Tudom, tehát már régóta beszédtéma volt, hogy így is necces, hogy részt veszel majd a nagy díjon. Hogy de, világos, nem felejtettem el. Bakayoko, de gyönyörűen csinálta! Hát hogy elhúzta? Aguero, mennyi akkor, papa?
passzoljuk vissza azt a lasszit, beadjuk Walkerrel, de nincs kinek szinte, most egy törpilla a Sterlingnek, most hogyan... Jaj, Gündogan. Rossz döntés hoztam vele kapcsolatosan. Mikor rányomtam a lövés gombra, Sané, micsoda labda szerzés! Ott az indítás, Aguero! Micsoda betett labda volt! Szavasz, Geri! Most nézzétek meg! Ja, nem, elnyomtam. Azt mondja, hogy... És a tipli, és a tapadás. Tapadjunk, gyerekek! Nagyon szép! Hát, gyerekek, bombaformában vagyunk. Olyan labdaszerzéseket nyomnak itt a srácok, hogy el se hiszem. Sterling! Rossz helyre ment a passz. Mindegy, húzzuk inkább vissza, lassuljunk be, gyerekek. Nagyon szép labda. De Bruyne, megy a szélen a Walker. Beadjuk. Beadás! De miért adom be mindig, mikor törpillák vannak elől? Kivéve Sané. Hát igen. Bakayoko. Nem jön össze a szerelés. Walker már nagyon szépen jön hátra. Nagyon jól észlelte, hogy ott tudnak veszélyeztetni. De Shadley-val. Mellé. Szép próbálkozás volt. Szia, Fred. Rendben van, Disztrojka. Oké. Szia, good day. Szevasz, Raimi. Gyerünk. Tapadjunk be. Otamendi. Mendi. Gündogan. Nem jött össze. Jó. Most megvan. Ott van a De Bruyne. Nem, nincs meg. Gyerekek, nehogy már itt bajba legyünk a végén. Ott megy a Sané! Rárugjuk inkább. Úgy van, kellenek a kapura lövések Sané-nak, kellenek. Jöjjön meg az önbizalma. Erünk. Hozzuk meg az önbizalmát. Itt van, gyönyörű a visszajátszás. Egészen bámulat. Hát ez, gyerekek, azért Sané oda tette ezt a lövést, maradjunk annyiba. A Raimi Facebook oldal legtetején meg tudod nézni, hogy mi a menetrend. Tehát egy hónapra, mindig egy hónapra lesz hírva a menetrend. Vagy a honlapon megnézed, hogy a képernyő jobb alsó sarkában megtalálsz. Gündogan, visszatesszük Bakayokónak! Úúúúú, az egy lövőcsel volt, de hát az valami nem úgy süt el! Mi volt? Gól! Hát zavarba hoztuk a kapusukat, gyerekek! Aguero mekkora szakállat növesztett közbe. Mármint nem két gól között. Hát gyönyörű volt! Gyönyörű volt! Elképesztő! Gyerekek! Oké, hadd szóljon! Menjen tovább a buli! Erről van szó, gyerekek! Ott van a... Aguero! Toljad, Fater, toljad! Toljad azt a kocsit! Hát nagyon elfáradt. Ki is ment az a labda. Azt a mindenségét. Nem baj, nem akarok cserélni. Hadd fáradjanak most a srácok. Edződjenek. Most úgy sincsen meccs. 7 napig legalább. Szóval... Edződjenek csak, kapják a kiképzést. Mert itt nekem elég nyesztetnek tűnik a banda. Jaj, beadás! Az egy szöglet lesz. Igen, szöglet. Szia, sajtember! 69. percben szerez volt. Nem akkor rúgtuk? Az előzőt? Azt hitte, hogy akkor rúgtuk, basszus. Aguero-t indítjuk. Egyelőre. Igen, megvan! Teljesen romokban a védelem. A West Bromwich Albion. Egyszerűen, gyerekek, ott van, 69. percben szereztük a gólt. Aguero, gyerekek, Mester 3-as. Bomba, gyerekek.
Egészen döbbenetes. Szia Bass Boss Nation, hello, hello. Szia Sandom, üdvözöllek, szia Adi. Hello, hello mindenkinek, srácok. És meg lehet nézni, hogy mennyire nincsenek a helyzet magaslatán. Nézzétek meg, tehát ilyen labdát a védő hogy tud adni? Egészen döbbenet. Egészen döbbenetes. Szia Bendegúz. Durva. Meglett az új kormány. Nagyon jó, sajtember. Szuper. Szuper jó. Na, nézzük csak. És a Sané. És a Sané megindul, de hát már nagyon fáradt. Nem baj, azért lepasszoljuk Akuirónak. Hát, ha tud ő kezdeni ezzel a asztival valamit. Nem. Nem, lassú, már nagyon el van fáradt Akuiró. Nem csoda. Nem csoda. De mégis egy Mester 3-ast összehozott ezen a meccsen. Támad. Én már kezdtem elhinni, hogy zavarba hozzuk megint a kapust. De nem. De kétszer abba, ugyanabba a hibába beleesni azért az... Az nem... Az, ez eléggé... Megye 8-as szint lenne. És hát azért ez mégiscsak a angol első osztály. Ott a Mendy, gyönyörű! Megvan a labda! Megy a Bakayokónak, ott a Sané! Adjuk ki a szélre! De Bruyne nagyon keveset van a játékban. Nagyon szépen köszönöm a feliratkozást, üdvözöllek még egyszer. De Bruynenek nem az a pozíciója, gyerekek. Be kéne tenni őt támadó középpályásnak, de tényleg, komolyan mondom, de... Ja, igen. Nem jó. De azért erőltetem egyébként Sané-t és Sterlinget, mert imádom a gyors játékosokat, és nagyon szimpatikusak ők számomra. Tehát tudom, hogy lenne jobb választás arra a pozícióra, arra a feladatra. Éj, de elérte a labdát, hát ez már nagyra értékelendő. Úgyhogy ez nem rossz. Nézzétek csak. Minden megtesz Aguero azért, hogy még rúgjon gólt. És így is beleér. Egészen. Döbbenetesül. Aj, mehet feljebb. Eddig meg az volt a baj, hogy nagyon erős. Na jó van. Négy meccset lenyomunk így. És meglátjuk tényleg. Ott a De Bruyne. Menjél, Fater, menjél, menjél. Tolja a szekeret. Húzzuk vissza. Sanéval beadjuk, nem Sanéval, de Sanéval, mégiscsak Sanéval beadjuk! Bedobás, az se rossz. Az idő nekünk dolgozik. Hát a West Bromwich az... Két vára van fektetve, uderosz beadás volt ez. És Gündogan, hát miért nem elé álltál, haver? Mikor én azt mondtam neked, hogy álljál elé. Mendy, nagyon el van fáradva. A bürki gyerek meg erre teljébe. Assz! Gól! Gyönyörű gól. Robson Kanu gyerekek. Ő egy elég régi motoros már szakmában, nem? Kanu. Asszem. Hát gyerekek. Hát a többi. És le is újja a bíró a meccset, ezt már nem bírta tovább nézni ezt a förtelmet, amit a West Bromwich csinált. Biztos átnyomtak a fél időben neki egy borítékot. Figyelj haver, hogyha négyet rúgnak, akkor fújd már le minél hamarabb. És a bíró erre rábólított. Így van, Aguero csókogatja a labdát is. Jogosan. Ez az ő meccse szólt. Róla szólt a meccs. Természetesen nem. Tehát azért mindenkit meg lehet dicsérni ezen a meccsen, mert mindenki jól játszott. Mindenki. Kivétel nélkül. Jó lesz ez. Ez a Velszikánu. 28 éves Robson Kano. Akkor nem szóltam srácok, bocsánat. Rendben van. Manchester United kikapott gyerekek, Tottenham nyer, Southampton megverte a Swansea 4-1-re, Crystal Palace Everton 0-2. Igazából hozták a kötelezőt, azt is lehetne akár mondani. Arsenal megverte a Stoke-ot, Liverpool megverte a Brighton-t, Leicester City megverte a Burnley-t, és 4-0-ra nyert a Chelsea Huddersfield ellen. Nem rossz. Gyerekek, jelenleg a 9. helyen vagyunk, óriási hátrányban vagyunk. Természetesen innentől kezdve nem szabad kikapni. Tehát innentől kezdve csak nyerni kell. Delikt fejlődött, nagyon szuper, ennek mindig örülünk. Hát Kompány visszafele fejlődik, csórikám. Még nagyon jó védő egyébként, csak hát őrá már alapozni nem igazán szeretnék, és nem is igazán lehet, mert most már eléggé nyugdíjas kategóriába sorolható. Nagyon jó, hoppá! Hoppá! Nagyon jó, Stones! Mekkorát fejlődött, ez nagyon jó, gyorsabban fog fejlődni, gyerekek! Csúcs!
Milyen játékosok kap? Tehát például ugye a játékosoknak vannak úgymond ilyen jellemvonásai, tehát hogyha pályán vannak, mondjuk ilyen volt például Milner a Liverpoolnál. Hogyha Milner a pályán volt, akkor mindenkinek jobb volt az állóképessége, vagy jobb volt az összhang, vagy valami ilyesmi. Szóval vannak így érdekességek, ami szerintem mindenféleképpen jó. Jó dolog. Nagyon jó dolog. Alderweireld, Reed Williams. Nekünk ez nem kell. Szia Arnold! Jó skacok, igazából megyünk a következő meccsön, remélem, hogy nem kell majd változtatni a felállásunkon. De jelenleg biztonság kedvére azért rájuk nézünk a srácokra. Azt mondja, hogy mindenki kipihent. Walker nagyon rossz formában van, Jézus Mária. Walkert lehet, hogy le kellene cserélni konkrétan. Walker nagyon rossz formában van. Hát mi van Walkerrel? Hát egy Danilo jobb nála most. Hát picivel csak. Jézus Mária. Hát ez szörnyű. Hú. Hát Aguero természetesen bomba formában, Sané hozza a kötelezőt, ő is bomba formában van. Igazából semmi meglepő. Hát most maximum annyit még csinálunk, hogy gatyát föltesszük Mendy helyett. Így van, mert jobb formában van. Gatya jó bal hátvédelék, mint mindenféle. Lafont! Lafont, gyerekek! Azt a kutyafüle! Oda nézzél Lafont! Bomba formában van Lafont. Nem merem berakni azért. Tehát nem mellett azért mégis kell a tapasztalat, gyerekek. Hát az Ederson azért mégiscsak azért korban, hogy jobban benne van. Mert nézzük meg, hány éves? 24 éves. Így van. Lafont meg 18 éves. Így van, 18 éves. De nagy tehetség, nagyon nagy tehetség. Szépen fejlődik a srác. Úgyhogy igen. Mkhitaryan itt van a Tottenhamnél. Mindjárt megnézzük egyébként itt a meccs elején a felállásokat természetesen. Azért mégiscsak ez egy ilyen derbi feelingű meccs lesz. Azért két nagy csapat most összemérheti a tudását. A Tottenham azért az nem kicsi klub most már. Egészen mondhatom ezt nyugodtan, hogy az utóbbi évek után. Én sokáig a Tottenhamnek szurkoltam, képzeljétek el. Hát szurkoltam, bírtam őket. Bírtam őket is igazából, hogy ennyi. Nézzük. Megy itt az összhangnövelés itt a meccs előtt. Nagyon jó. Dembélé már melegít. Föl lehet ismerni őket. Hihetetlen. Geniális. Aguero, így van. Hát ez a kis Saki. A Kun. Micsoda vádli. Azt a mindenit. És nem mutatták a felállást? Hogy a viharban? Hozzá se nyúltam. Nem mutatták, hogy milyen felállással kezd a Tottenham és a mi brigádunk. Na mindegy, akkor skacok. Abból kell várat építeni, amink van. Ú, hát igen, december közepét írunk most már. És azért igencsak látszódik a játékosoknak a lehellete. Úgyhogy igencsak hideg van. Legalább nem fognak annyit fetrengeni a földön, mert hideg a talaj. Hoppá! Micsoda szerelés volt gatyától? Bedobásra jöhet a Tottenham. Gündogan. Micsoda letámadás akart az lenni, kérem szépen. Ez a nagyon energikus taktika, amit mi csinálunk, mert sokszor támadunk le, sokat kell visszafutunk, mivel sokszor nem jön össze a... Hú, mekkora sarkazás volt az! És mellé Eriksen, azt a mindenit. Mkhitaryan, micsoda bepassz volt. Sőt, itt aki... A problémát okozta leginkább Otamendi azzal a visszafejett labdával, mert iszonyat rossz helyre fejeltük vissza vele a labdát. Hát Eriksen mellé rúgta gyönyörűen. Nem baj. Ederson a kirúgással. Sané élet tudja tenni? Hát le! Sterling, így van, nagyon jó. Na jó. Járassuk meg. Nagyon védekező felfogása játszik egyelőre a Tottenham. Sané! Belért Aguero? Belért Aguero? Adj de kár, hogy belement a blokkba az a labda. Még annyira szépen be tudtunk hatolni. Hát nem tudom, hogy Aguero ebbe beleért. Mindjárt kiderül. Nem ért bele? Akkor jön a szöglet, gyerekek. És a beadás. Azt a mindenségit. Danilo, nem ezért raktalak be Walker helyett.
Nehogy valaki elmenjen melletted, és így van, egyből meghallotta, nagyon szép szerelés volt Danilótól, határozottan odalépett. Nem szabad nekik területet engedni. Le kell őket kapcsolni, amint lehet. Természetesen Danilóval itt. Teket tóriázunk egy picikét. Bakayoko mit keresel itt a szélen? Beadjuk vele, hogyha már ennyire előre jött, és jön a szöglet. Ott valami labdakezelési probléma lehetett. Gyerekek. Jön a beadás. Nézzük csak. Óriási labda, birtoklási fölényben vagyunk. Bakayoko kapufa. Nincs oda kapura lövés volt az. Danilo. Nem. Nem tudta rátenni. Odaért a védő. És a szereli... Szabadrugás. Hú, gyerekek! Sárga! Mire? Ez mi? Oh, ez gyönyörű volt. Nagyon szép volt, nagyon szép volt. Szám a DJ-t. És a Sané. Szép. Ej, lassú volt a Bakayoko most, nem baj. Nagyon rossz volt a passz. Bakayoko, hát nem szoktál te ilyen rosszul passzolni. Nagyon szép. Behatolunk. Sterling. Mellé. Mellé rúgta. Mellé rúgta. Roberto is hosszabbított egyébként. Ami tök jó. Sergi Roberto. Nagyon jó. Nagyon jó hír. Ugye, Piqué mellett. Zseniál. Éj, De Bruyne már nem ért oda. Sterling! Hát gyerekek! Mindenki zseniálisan játszik. Akkor megint csak. Megy az Aguirónak a labda! Rá is rúgjuk! Ott a gól! Ott a gól! Sané mekkora labdát adott Aguirónak, gyerekek! Hú, kérem szépen! Alderweireld! Hát ez mondhatja magáért most már. Nézzük csak! Sané Aguirótól ment Sanéhoz, majd Sanétól vissza Aguirónak. És nem vette át a labdát, kapásból kapura tűzte, és gól. Beverte, mint ló a lónak. Így van. Így van. Nakős ott, ennyi. Így van. És Sterling ugye már be van sárgulva. Sterlinget majd lecseréljük mindenféleképpen. David Silvát felhozzuk, egy kicsikét hadd játszon. Ugye ő támadó középpályás poszton a legjobb. Egészen jó. Ugye David Silva nem kicsikét jó, szóval David Silvának kell adni lehetőségeket mindenféleképpen. Szeretek én rotálni, csak nagyon jó meg kell gondolni, hogy mikor, milyen csapat ellen. Ederson. Edersonnak mi baja van? Sané-nak paskoljuk ki azt a lasztit? Sané. Fejes. Aha. Aguero indul. Na, hát igen, az egy megtört beindulás volt. Beleállí, így van. Otamendi van, az szép. Otamendi, megoldod. Winks. És az egy bedobás. Nagyon jó. Így van, Otamendinek. Oké. Így van, gyereke, járassuk egy kicsikét a lasztit. Majd megy az indítás gatyának. Gatya betör a védelem mögé. Nem. Azt a mindenit, nem sok omulott. Hú, gatya, szép volt. Ez nagyon tetszett. Lenyűgöztél, fatter. Így van. Aguirre elhúzta! Rárúgja! Ezt hogy? Atya úristen, mekkora gól volt ez, gyerekek, ezt figyeljtek! Aguirre, gyerekek, én nem tudom, mi van a... Mekkora... Innen berúgja, érted? Jézusom!
Hát nem ember ez a pali. Nem ember. Figyeld. Hát Jorisnak a rövidbe gólt kapja, ugye alapszabály kapus rövidre nem kaphat gólt. Hát ez, gyerekek. Ez durva volt. Maradjunk annyiba. Cheat engine off, please. Lyukas a háló. Jézus várja, szent istenke. Stones a labdával, önre vette le. És a Bakayoko. Úgy van. Visszapasszük. Valamit kellene egyébként módosítani itt a felállásos kacok, mert nem az igazi ez még. A játékosok nem azokon a pozíciókon játszanak, amit nekem a legoptimálisabb lenne beadás! Nem Gündogan volt, hülyeséget beszélek. Hazadják! És ott a... Hát... Kapufa! Jézus várja! Na ez ám a brutál letámadás, mint amit Valverde próbált még annó a Bilbaóval ugye megcsinálni. És ezt most próbálja áthozni a Barszához is. De veszettül némely meccsen ugye. Ebből lehet kapni egy kis ízelítőt. Elképesztő, hogy már hol? Már hol letámadunk, gyerekek? És van eredménye. Annyira, mert ennek a taktikának ugye akkor van értelme, hogyha kapásba elveszünk a labdát konkrétan. Mert hogyha nem szerezzük meg a labdát kapásból, rengeteg energiával jár utána már a labda megszerzése. Jesus, Gabriel Jesus. Igen. Itt van. Így van. Na Gündogan. Ott a passz, így van. Így van. Nagyon jó. Bakayoko. Ő nagy igazolás volt még, gyerekek. Nagyon nagy. Oda le is teszi Sterlingnek. Akit üldöz Sissoko keményen. Nagyon szép labda Sané-tól Aguero-nak. Gatya. A védelem mögött. Nem ért oda Sané. Nem lett meg a laszti. Sajnos nem lett meg. Danilónak kell futni. A Danilo most futhat ezen a meccsen bőségesen, mert ő valószínűleg a következő meccsen már nem is fog játszani. Úgyhogy vele itt nem kell spórol. Stones, gyerekek. Stones miért szeret? Higgadtan. Ura volt a helyzetnek. Sterling pápa. Úgy van. De Bruyne jó lenne, hogyha beindulna, nem haver? Oly, de szép! Sané. Igen. Igen! Hát Aguero, gyerekek! Hogy mozog? Hát miket megcsinál ma azzal a labdával? Úgy van, gatya! Rárúgjuk! Ez egy nagyon rossz döntés volt. Nem kellett volna lövőre játszani. Nagyon nem. Bakayoko, hogy gyere vissza, így van. És jaj, nincs meg. De Bruyne nagyon árnyékelő magának szerintem. Tehát egy óriási játékos. Óriási, nagyon lehet vele játszani, hogyha úgy van. Huha, most van baj! Hát ezeket a lehetőségeket, hogyha nem használják ki a Tottenham, akkor írtó nagy szarba leszek. Vagy már abban vannak. Azért itt rendesen létszám fölény alakult ki a 16-oson belül is, kacok. Ezt be kell ismerni. Sané! Nagyon szépen húzza meg! Nem. Nincs meg a laszti. Bakayoko összeszedi! Gündogan. Ott van, Sterling. Rárúgjuk! Nem, odalép a védő! Hú, mekkora belépő volt, te jó Isten. Ott van. És nincs meg a labda, még mindig nincs meg. Bakayoko nem tudott odaérni időbe. Szinte majd, hogy nem ő passzolt el az ellenfélnek. Jó. Hát Stones, van nekünk egy Stonesunk, gyerekek. Sosem szabad elfelejteni. A fiatal, az ifjú titán, gyerekek. És a Danilo. Hadd fusson. Ez egy nagyon rossz előreívett labda volt. Szem a Siren Dragon. Küldtem lúzot, nem működik. De működik. Meccsek vége van, akkor felolvasom. Na nézzük csak. Ott van. Nagyon szép.
Aguero a védelem mögött! Sterling! Hát ezt hogy tudtam ellőni így? Sterlingnek nem az erőssége még egyelőre a kapura lövés. De Sané ott mit kapott, gyerekek? Hú, de egy Sterling mit küzdött a labda megszerzéséért. Jézus, majd megtartásáért. Atyaik. Szia Gabriella, üdvözöllek. Nyertünk egy meccset a West Brom ellen 4-1-re, most jelenleg a Tottenham ellen vezetünk 2-0-ra, 74. perc van. Úgyhogy egyelőre nem megy rosszul a szekér. Megy Aguirónak vissza a labda. Rárúgjuk! Gól. Aguero ilyet nem szokott elhibázni. Gyönyörű. 3 góllal tart Aguero ma is. Én nem tudom, mi van Aguero-val, gyerekek. Geniális. Geniális, amit a fiú csinál. Egészen döbbenetes. Nézzétek csak. Lepasszolja Sané-nak, és már fut előre, és Sané ott már érezte is, hogy ki kell ugratni Aguero-t, mert azért passzolta le. Így van. Gyönyörű. Jöjjenek a cserék. Jöjjenek a cserék, sürgősen jöjjenek a cserék. Már lehet, hogy már késő. Nem baj. David Silvát fölhozzuk. Így van. Fölhozzunk mondjuk egy... Bernardo Silvát. Nem, fölhozunk egy... Fernandinho-t. És egy Gabriel Jesus. Lehozzuk Aguero, gyerekek. Pihenjen egyet a fiú. Hát a következő meccsen játszania kell majd. Csereként. Hát Tamás, nem terveztem, de hát azért... Na. Ami szép, az szép. Én azért is szeretem. Kiveszi. Ajaj. Baj van. És kihagyja. Nem sokára megvan a 100 óra PC2-ben, Lacek. Ha, az szép. Szép. Köszönöm szépen, Lucot. Ez komoly. Ajaj. Lehet, el lesz... Hú, de erős lett ez a kirúgás. Nem baj, jól lett Aguirónak, le tudta tenni De Bruyne-nek. Így van, visszapassz. Nézzük csak. Sané. Be kellene adni, mert most már pályán van Jesus, aki azért valamilyen magasabb, mint Aguero. És a Stones gyönyörűen a Bakayokóval összejátszottak és megszerezték a labdát. Nagyon szépen csinálták a srácok. David Silva is most már a pályán van, ott a Jesus. És kihagyja Jesus. Azt a mindenit. Nem baj, szép próbálkozás volt, nagyon szép volt. Jó szállt be a meccsbe a pali. Szép volt. Na nézzük csak, jön a beadás. És a fejes, nincs fejes. Danilo össze tudja szedni, nem tudja. Viszont hát van egy Stonesunk, aki... megszerzi. Elképesztő. Igen. Igen. Nagyon jó. Jesus! Rossz helyre helyeztem. Ellenkező irányba kellett volna lőni. Akkor még ugye a mozgás, a test helyzete is jó lett volna hozzá szerintem. Nagyobb erőt tudott volna beletenni. Otamendinek kell futnia, de nagyon. És gyönyörűen tette bele a lábát a lövésbe, Otamendi. Ajjaj. Ederson. Mik ezek a mozdulatok, öreg? Mekkora lövés volt az. Nekem biztos eltörte volna a lába. Neymart megint kifügyülték a PSG drukkerek, hál' Istennek. Hál' Istennek. Jó tették. De miért amúgy? Mit csinált már megint? És a Sané. Fuss egy kicsikét, de... Mit csinált ott a srác? Jézus Mária! Lepasszoljuk. Gyerekek, járassuk a labdát. Növeljük a statisztikát, gyerekek. Labdabirtoklási arány azért legyen már mi oldalunkon jobban. Ijja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 jj
gólt. Azt tudom. Riasztó, köszi. Csak az, hogy valami polgárpukkasztó megmozdulása volt megint, vagy mi történt? Bemutatott a szurkolóknak? Tamudo a edző, tehát nem emlék, ki az a Tamudo? Lehet, hogy az nincs megcsinálva? Nem írta át a nevét Pochettinóra?
mert jött egy büntetés, nem engedett Cavani-nak, hogy ő rúgja, pedig ha Cavani gólt rúg, akkor ő lesz a klub rekordere. Úristen. Hát pedig Messi nem ezt tanította neki, maradjunk ennyiben. Messi jó párszor lemondott a 11-es rúgásról. Ami ritkaság szerintem, hogy egy ilyen nagy tudású játékos ilyet csináljon. Ezért is szeretem őt nagyon. Szerintem ő. Mai világban messze kiemelkedő, amilyen magatartása van. Vitathatatlanul. Számomra teljesen vitathatatlan. De ellenkezőről nem lehet meggyőzni, maradjunk annyiba. Gyerekek, jön a Stoke City elleni, Stoke elleni meccs. Sanchez vezeti a góllövő listát, gyerekek, nem is kicsikét. Tehát 12 gólja van, Salának 9, Diego Costának 9. Ami egészen durva. Egészen durva. Szevasz Norbi, üdvözöllek! Semmi extráról, csapatjuk a meccseket. Hál' Istennek egész jó formában vagyunk. Alakul a molekula. Maradjunk annyiba. Természetesen most jön, játszik egyet a cserecsapat. Ez egy Stoke City ellen, nehogy már a nagy csapat játszon. Elmondoljak meg, azért tényleg kell a rotálás elég szépen. Mondjuk ki játszon. Játszom mondjuk, Kompány is ott van, hát játszom Kompány, na. Játszom egyet az öreg gatyát, megint betesszük, bár most már Mendy is. Igazából konkrétan mindenkinek most már jó formája van. Kit raktam be? Ja, rossz embert raktam be csatárposztra, nagyon jó. Így van, rosszat. Jó, Turét is játszhatjuk egyet, így van. Gyere ide, Turé papa. Fernandinho is játszik egyet, igen. David Silva is játszani fog, skacok. Csak ki hiányolt a David Silvát. Adnak most akkor vége a dalnak. Bernardo Silva inkább jöjjön ki ide jobb oldalra. Jó. Kit kellene... Ja igen, Danilót kell még behozni. És a kapus cserél. Mindenféleképpen, tehát Lafont fog védeni. Azért fiatal tehetségeknek is kell adni lehetőséget. Mindenféleképpen, tehát ugye Delikt is 18 éves, tehát... Azért vannak jó kis fiatalok, azért Jesus is húzogatni kell szépen fölfele. Jó. Gündogán nem cseréltük le, várjál, de Gündogán helyett kijöjjön föl. Húha, nincs elég középpályás. Ki a fene játszom? Bernadesi? De hogy a viharba? Játszom Bernadesi, és akkor... David Silvát visszahozzuk CMF-be? Igen. Ez elég hülyeség. Mert David Silva akkor jó, hogyha támadó középpályás mindenféleképpen. Csá, Balabán van egy szép szöszi Pesten. Be kéne mutassalak neki, de csak miután meghúztam. Szevasz Dragon Iron, köszönöm a lucot, hát... Legyen úgy. Tényleg köszönöm szépen. Tegnap fifáztam a bátyámmal, a tippelj mi lett? 3 meccsből 3-at ő nyert. Grata bátyának. Köszönöm szépen, Lacek a lucot. Zalán, neked is nagyon szépen köszönöm a lucot. Doki, szevasz! Sajnos csak holnap tudok lenni. Rendben van. Örülök neki, hogy leszel. És üdvözöllek, Doki, nagyon szépen köszönöm a lucot. Mindenképpen elgondolkodok azon, amit írtál. Mindenképpen ez az ötlete. Jó, köszönöm. Tényleg. Szuper jó. Gólokban gazdag live-ot kívánok. Hashtag Manchester is red. Tobi, köszönöm szépen a lucot. Meglátjuk. Szevasz Oszi, szia Fecó. Hello Patrick. Üdvözöllek benneteket, srácok. Igen, tehát vasárnap lesz a próbafutam. Tehát a holnapon ki is lett rakva egy új hír. Egy új cikk ezzel kapcsolatosan. Tehát a F1 bajnokságokkal kapcsolatosan. Amit nagyon fontos tudnivalókat foglal magában. Ma nem lesz próbafutam. Holnap lesz ugye az F17-es bajnokságnak az A-liga szezonnyitó ausztrál nagydíja. Majd vasárnap lesz egy kanadai próbafutam. A B-ligának. Ami szintén látható lesz majd a
csatornát, tehát minden ilyesmi esemény, tehát a két bajnokság lesz a jövőben mindenféleképpen a csatornán. Gatya! Hoppá! Azt nem így akartuk! Új de csúnya volt, új de csúnya, új de csúnya. Ezt majdnem baltáztam, gyerekek. Ajjajjajjaj. Nagyon szép belépő volt, határozottan. Kompani, az öreg Kompani megérkezett, gyerekek, a meccsbe. Jesus! Beredesi! Nem éri el a labdát. Hogy letámadtuk egyből a kapust. Azt a mindeni, gyerekek. Eszméletlen jó formában vagyunk. Nagyon megy a játék mindenkinek. Gabriel Jesus a labdával! Mellé. Hihetetlen. Hihetetlen. Én is baromian várom már a holnapi napot, de tényleg nagyon, 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 nagyon. És a visszatett labda, David Silva. Aha! Oké. Kompani, Delikt. Ott van. Jaj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 
Bernardo Silva. Nincs meg a labda. Nincs meg a labda. Jó formában vannak a srácok, még azok is, akik ritkán játszanak, és ritkában játszanak a többiekhez képest. Bernard Essi, micsoda labdaszerzés! Nem tudtam már elhúzni a labdát Jesusszal. Fernandinho, de szépen érkedett meg. Nagyon jó, Touré a szélen. Jesusnak megy a labda. Jesus! Mellé! Ez is mellé megy. Gabriel. Azt a mindenit. Hát nézzétek oda. Nézzétek csak. Mennyire rúgta mellé. Húha. Szépen. Szépen mellé durrantotta. Nem baj. Már megszoktuk. Delikt. Nincs meg a labda. Nem baj. Bernardo Silva. Nincs les. Gatya bent ragadt egy picikét vajon? Nem baj, de gyorsaságát kihasználva gyönyörűen orvosolta a problémát. Gatya. És Gatya már megy is előre, ahogy mondtam neki. Így van. Gatya, fussál, papa, megy mindjárt labda. Ott a Gatya, Gatya, ott a Gatya. Rárúgjuk. És Gatya gól. Hát Gatya betalál. Micsoda kirohanás volt ez tőle. Hát ez egészen döbbenetes, és bal hátvét a gyerekek. Roberto Carlos megirigyelni, komolyan mondom. Nézzétek csak. Ott már gyönyörű betett labda. Hát ez... Gyerekek. Bomba formában van a fiú. Már megint. Jó. Jó védő. Jó és jó igazolás volt mindenféleképpen. Hoppá! Ez egy nagyon elkomolytalankodott. Showcross mit kapott ott. Bernardo Silva gyönyörűen. Nem jó az indítás. Nem jó. Wimmer. Nincs meg. Igen. Szép labda. Ez mi volt, Bernard Essi? Hát ez... Csak beletette épp, hogy a labdába a... Mit akartam ezből kihozni? Hát épp, hogy csak beletette a lábát a lövésbe, vagyis a labdába, a labda útjába. Na, csak sikerült. Meg mi történt, azt nem tudjuk meg. Szabálytalanság, az egyszer biztos. Stoke Citynél többet van a labda. Így van. Oké. Okay. Danilo. És a Danilo. Így van, Fernandinho. Ott a labda. Nincs ott, eladjuk a labdát. Nagyon-nagyon rossz labda volt. Úristen, fél csapat elő van. Nem, hogy a fél csapat. Hát a... Több, mint a fele. Nem baj, már is jönnek előre a srácok. Touré megtorpan. Jesus mellé.
mellé. Hihetetlen. Hihetetlen. Rúgjuk előre a labdát. Amit ez lehetett a kapusuknak a gondolata. Szép mentés volt, mi? Na, Bernardo! Ó, majdnem meglett ez a labda. Nincs meg. Nincs meg, nincs meg, nincs meg. Némi fejetlenséget érzek itt a védekezésbe. Ederson épp hogy a vonalon. Micsoda érzékkel jött ki a kapujából, te jó ég. Az nem gyenge. Maradjunk annyiba. Az nem volt gyenge, amit csinált a fiú. Megy David Silvának a labda. David Silva, fogjuk rá, hogy elfáradt. Betett labda középre! Micsoda labda volt David Silvától, gyerekek, oda nézzetek. Nagyszerű helyezkedés volt Bernardo Silvától is, de ilyet kihagyni, gyerekek. Hihetetlen. Szavaz alá, minden jót kívánok neked, hello bello. Nézzük csak, kompani. Nem jön össze, nem jön össze. Turé! Menj meg, vén kecske, már nem bír futni. Egy de kár. Egy de nagy kár. Nézzük csak a szögletet. Megvan. Még sincs meg. Lefújja a bíró. Jó. Szuper. Igazából a Stoke Citynek konkrétan esélye sincsen ezen a meccsen. Uraljuk a találkozót egyelőre. Kellene még egy gól, hogy bebiztosítsuk magunkat. Kicsikét nyugodtabban tudjuk járatni majd akkor a labdát. És a szélre megy a labda gatyának, aki már a védelem mögött van. Jön a beadás, ami katasztrofálisan sikeredett. Labda, anélkül semmik vagyunk. David Silva jön hátra. Az komoly! És szerelni tudod David Silva, hát egészen döbbenet. Nagyon szépen lépett oda. Bernadesi, júj! És az kimegy. Az egy bedobás lesz. Mi jövünk bedobással. Elméletileg. Így van. Touré egyből kéri a labdát. Meg is kapja. És már megyünk előre. Aki... Nem. Atya. Aj de kár. Jesus ki kellett volna ugratni. Annyira ott volt pedig a lehetőség. Nem jött össze. Nézzük csak ebből mit lehet kihozni. Touré visszakapja ki a szélre Danilónak. És a beívett labda Jesusnak. Nem jut el Jesushoz a labda. Támadjunk le gyerekek, támadjunk le. Gatyának kell vissza sietnie. És lefutja a Shakirit. Nem. De. Gyönyörűen. Nem olyan lefutotta. Még el is tudta venni a labdát. Nagyszerű szerelés. David Silva, gyönyörűen. Már a védelem mögött van. Beadjuk. De kinek? Egy ollót kellett volna. Nem, de. Abban valamivel több erőt lehetett volna beletenni. Szép. Kicsikét eladtuk a lasztit. Hát, kettő szerelést bemutattunk egymás után zsinórban. Mindkétszer az ellenfélhez pattant a labda. Danilo nem tudta megmenteni. Nem tudta megmenteni, de gyönyörűen zavarta a támadót. Huha. Megvan, nem tudom mi van most. Megvan, nincs meg. Uha! Kompani eléred? Vén kecske vagy, tudom, de hát... Megmentette, jó, legalább nincsen szöglet. Így a legjobb. Most mehet a kontra, gyerekek. Most a kontra. Gyerünk.
Hát de Fernandinho mi? Az ennyi intelligencia nem szorult beléd, kis barátom. Hogy a támadásra menni kellene fölfele? Gatya? Elérte a labdát, nagyszerű. Ej, de kár. Uha, az egy nagyon rossz kirúgás volt, nem baj? Nincs meg. Ha az ember azt hinni, hogy megvan a labda, akkor kiderül, hogy nincs meg. És a szélretett labda. Labda kezelési probléma volt nagy valószínűséggel. Hát ez nem tudom mi volt, maradjunk annyiba. És nézzük csak, letámad, legyen a letámadás szokás szerint. Fáradhatatlanul, Danilo ezt benézte kicsikét, csupa mocsing beadta, és gól. Kiegyenlítenek. Shaqiri. Csupa mocsing. Hát gyerekek, dráma. Dráma a köbön. Bernardo Silva egyből biztatja a társakat. Ha most kell fölkurblizni itt a meccset, gyerekek. Hát ez... egészen elképp. Ugye friss ember volt csupa Mocsing személyébe. És hát... így van. Amit lehetett, én most föltoltam. És most gólt kell rúgnunk, de nagyon. Nagyon gólt kell rúgni. Mennyien ott vagyunk, és... mi volt ez a bepazgatjától, gyerekek? Jesszusom. Egybe bunker focira vált be a Stoke City, gyerekek. Nézzetek csak oda, jobb alsó sarokba. Ott a kék, és már bunker focin vannak, így van. Mi pedig kiparkoltuk a buszt. És egyszer még a védők is támadnak, és a beadás, ami katasztrofálisan sikeredett. Nem tudtuk átvenni jól a labdát, Danilo, szedd össze magad, haver. Még egyszer nem szivathatta meg minket csupa mocsing. Így van. Nagyon jó. Megvan, nincs meg a labda. Támadjunk le, gyerekek, támadjunk le gyorsan. Gyorsan, 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 vegyük el, nagyon szép. És mehet, gyerünk most a kontra, gyorsan. Kontra de kivel? Kompani. Leadja. Bernadesi. Oh, gyenge lövés. Bernadesi, gyerekek, nagyon nem tetszik nekem. Hát ez egészen elképesztő. Hát ilyet. Nézzük csak. Nem, odaér a védő! Bernadesinek csak rá kellett volna fordulnia és kapura lőni, és lefújja a bíró a meccset. Azt a mindenit. Delikt és kompani. Úszlak oda, megy befele a... hát majdnem box utcát mondtam. Mehetnek befele a... de Forma 1-esen akarom beszélni. Nem találom a foci szavakat. Szóval mennek befele a garázsba. A Manchester United is leigszelt a Southamptonnal. Newcastle gyerekek elverte az Arsenalt 1-0-ra. Liverpool Everton 1-1. Egészen érdekes meccsek eredmények születtek. Azt a mindenit. Fura. Fura, 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 fura. Szinte ez már egy megnyert meccs volt, skacok, és ezt úgy buktuk el konkrétan. Ez most mi lesz? Valami kupa? Randle wins player of the year. Tehát az Ázsiában az év játékosának megválasztották őt. Gratula neki, fogalm sincs, hogy ő kicsoda. Aha. Jó, hát nem megyünk el a Citytől, maradunk itt. Nagyon jó. Management karrier. Manager offer.
sehova nem megyünk, ha nem hülyeskedjünk, kérem. Zoli, akkor ezek szerint te se ismered ezt a rendőrt. Az jó, én se. Tényleg, nagyon nem. Individual type. Jó, hát oké, csak tűnjen el innen az a piros jelző, csak azért. Jó. És a Newcastle ellen fogunk menni, srácok. És utána megyünk az Arsenal ellen. Há, gyerekek. Newcastle ellen, gyerekek, kell a top csapat, úgy látszik. Megint csak kell a top csapat. Vagy egy ilyen félig, vagy egy nagyon korai cserékkel fogunk operálni. Meglátjuk, meglátjuk hamarosan. Tavora! Gyönyör, gratulálunk neki is. Fogadd el a Watfordot. Persze, hogy a viharban ne. Én részum bajnokságról gondolkodtál, szerintem sok jelentkező lenne, és részumban is látnánk jó versenyeket, nem csak a lögdösődést. Igen. Azt gondolkodtam mindenféleképpen, hogy ne? Hogy ne? Mindenféleképpen. Tervben van a dolog. Meglátjuk, hogy mi lesz ebből majd. Mindenféleképpen. Pá, 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 nem rossz ez a múzsika, ha, 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 ha. Gyerekek, kérlek szépen benneteket. Azt mondja, hogy kellene azért kicsikét rotálnunk. Mégpedig úgy. Nem rotálunk. Úgy rotálunk, hogy sehogy. Berakjuk ezt a Foden gyereket, de ő hány éves? 17. Hát nem is tudom. Ne játsszon, játsszon. De nézzétek, 63-as szintű. 21-e gyengébb, mint Gündogan. Gündogan helyett gondoltam berakni. Ajja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 jj
Jó. Mendy nincsen jó formába. Menjünk így gyerekek. Megbízom a srácokba. Úgy rotálunk, hogy sehogy. Szerintem te leszel Valverde utódja. Hát kellenek a győzelmek, most nem rotálunk. Mondjuk hiába küldöm fel a legjobb csapatot, hogyha fáradtak, szóval. Ja. Igen, ez igaz. Ez így igaz, László. Igen. Arsenal ellen egy... Meglátjuk, milyen keretet küldünk föl. Arsenal ellen, igen. Szevasz, Gelesta úr. Meglátjuk. Itt hamar fogok cserélni majd. De legkésőbb 60. perc környékén már cserélni fogunk. Járatjuk a labdát higgadtan, Mendy. Aj, de rossz labda volt az! Hát az meg még rosszabb. Mert az ellenfélnél kötött ki. Otamendi, left tudod fejelni, Fater? Gyönyörű. A gyerekek, szedjük össze magunkat, mert látom, hogy itt olyan passzok mennek már most, hogy ihaj. Így van. Sterling, te csak mennyi fölfele. Mendy, mint hogyha be lenne lassú vagy gyerekek. Oké, nincs meg. Azta! Sterling is, hogy egyből elkezdett letámadni. De hova? Hát de Mendy, miért odafutsz? Be haver! Mekkora tömörülés volt ott? Azta mindenit. Ota Mendy. Mendy leteszi. Júj, micsoda belépő volt, gyerekek! Az minimum sárga lesz. Sárga. Ez jogos. Ha pirosat ad, azon se lepődök meg. Oda nézhetek. Brutális belépő volt. Hászta mindenit! De nem szeretem az ilyen becsúszásokat. Gyerekek! És pont elhúzta a labdát, nem gondoltam volna, hogy ilyen jó reflexe van. Sané megkapja! Sané! És luftot rúg!
Luftot rúg, mert a védő közbeavatkozott. Mendy lenyomja az emberét. Jött a beadás. Ami kapusnál köt ki. Beleért a védőbe. A középre tett labda. De csak középre szánt labda. Uha. Nagy űr keletkezett most itt a jobb oldalon. Walkernek nem jött össze a letámadás. Így van, Sons nagyon jól érzi, hogy Clark menni akar itt a szélen. És az egy szépen kikísérte. Semmi nem volt, pont labda volt. Ja. Így van. Edersonnak kipasszoljuk, Bakayokónak. Így igaz. Gündogan. Nagyon szépen. Bakayoko. Szabálytalan volt? Szabálytalan volt Bakayokóval szembe? Fogalmam sincs, hogy mi történt. Erre kíváncsi vagyok. Jézus Mária, majdnem leburítottam itt minden. Mi volt itt szabálytalanság? Miért nem elő? Aha. Csúnya. Lepasszol Gündogannak gyorsan. Visszalabda! Nem! Otán Mendy nagyon szépen jön föl. Ki a szélre Mendynek gyorsan! Bepassz! Erős bepassz! Gól, 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 gól! Igen, igen, igen! Gündogan! Ott van, gyerekek! Hogy örül az öreg? Erről van szó. Lovely first touch. Hú, de jó. Ederson is hogy örül. Nézzük csak. Mendy, erős bepassz. Gyönyörűen csinálta Gündogan, gyerekek, gyönyörűen. Annyira jó visszanézni ezeket a gólokat, pedig ezeket mindig ki szoktam nyomni bármelyik másik focis játékba. De annyira jó látni, hogy mozognak a játékosok, mint hogyha tényleg a tévében lenne. Zseniálisan meg van csinálva. És belegondolok, ez csak még durvább lesz idő múlásával, szóval. Egészen döbbenetes lesz. És a Sané. Nagyon szép! Odaír a védő. Nagyon szépen elhúzta pedig az embere mellett. De Bruyne! Mekkora erő volt abban a lövésben, gyerekek. Atyaék! Fú, szép. Newcastle-nek rengeteg az eladott labdája. Jó helyezkedünk, ez csak azt jelenti. És itt a másik eladott labda. Nagyon szép. Mendy. Elpasszoljuk szépen, így van. De Bakayoko, miért torpansz meg? Ó. És így eladtuk a labdát. De Bruyne, nagyon szép volt. Annyira szépen letámadunk, gyerekek, annyira szépen. Annyira szépen nyomást helyezünk az ellenfélre. És szép, és már mehetünk is előre. Aguirónak leadtuk a labdát. Nincs meg. Rossz volt a félrehúzás, gyerekek, meg a teketóriázás. Mindagán már megint nagyon fáradt. Oly Sterling, de szép mozdulat! Aguirre, nem ment el Aguirrehoz a labda. Ott a Mendy lefejeli? Igen, nagyon szép. Sterling egybe vissza Gündogannak. Sané, szép. Sané, kapura lövé. Nem kellett volna itt csinálni egy elhúzást valamelyik irányba. Hát későn kapcsoltam már én is, meg Sané is. És a passz, és a passz, és a Aguero! Nem volt rossz a passz egyébként, csak hát
merész gondolat volt. Nem baj, próbálkozni lehet. Egy nullánál. Csak hát azért túlzásba se kellene est. De rossz volt a visszatett labda Aguero-tól. Hana. És jön a szélen a támadás. De Newcastle most nincsen rossz formában, tehát ők elverték az Arsenalt, vagy valamelyik nagy csapatot elverték az előző fordulóba. Szóval azért is hoztam most a legjobb csapatot. Nem mondom, hátha. Veszélyesek, nem rosszul, nem játszanak rosszul, a védelmük elég erős. Elég erős. Melyik a jobb, PES vagy a FIFA? Hát szerintem a PES. Tehát a játékmenetben egyértelmű. Tehát én csak a játékmenetre gondolok. Hát az gondolkodás nélkül a PES. Tehát olyan mozgások vannak, hogy... beszalás konkrétan. Tehát tényleg, mint hogyha a tévét néznéd. Ami azért nagy szó. Igen, megvan Stones, gyönyörűen csinálta. Aguero-nak mekkora labdát adott. Ott van! Sok volt benne az erő. Aguero-t nézzük csak. Hogy tette vissza a labdát Sané-nak? Az igen. Azt szarad, mekkora mozdulat volt az. Az igen. Na nézzük csak. Gündogan lefejeli? Igen. Nem. Nem jött össze. Aguero! Nem jó, nem futott be eléggé. Szép. Bakayoko! Aguero gyönyörűen tette tovább sarokkal a labdát Bakayokónak egyébként ott a lövés előtt. Micsoda hajtás van, még így is, hihetetlen. Nagyon mennek a srácok. Gyorsan cserélünk, mielőtt elfelejteném, srácok. Gyorsan. Kérlek szépen benneteket, Gündogan lehozzuk. És mondjuk. Mondjuk. Jesus is fölhozzuk. Játszon itt egyet. Hát, gyerekek, én nem mondom, hogy játszani itt egyet Fernandinho. És én komolyan mondom, föltolom De Bruynt Sterling helyére. És behozom ide David Silvát csatárnak. Megnézzük De Bruynt, hogy teljesított. Jesus pedig csatárnak. Így van, hadd szóljon. Sterling, nem jön össze. Aguero bele a védelembe. És mindig ott van az ellenfél tér felén a labda. Hihetetlen. De Bruyne. Sterling. Kapura. Nem tudta kapásból rálőni. Pedig én nyomtam egyből, amit lehetett. És jöhet kontrával az ellenfél. Hát ez... így kontrázni, gyerekek. Már ne is haragudjatok. Vissza. Sané-nak. Gól. Gyönyörű. Leroy Sané, my friend. A Paris Otto. Kipasszoltuk őket, gyerekek. Gyönyörű. Egészen döbbenetesen gyönyörű. Így van, hármas csere. Jöjjenek a srácok játszani. Bunda. Lehet. Na nézzük csak. Hogy teljesít Kevin De Bruyne? Ott van. Hop. Bakayoko nem tudta letenni.
Ó, kör! Nyomtam, hogy korrigáljunk, basszus, nem, már nem lehetett korrigálni, basszus. Kipaszolt a labdát. Én hátra akartam már korrigálni, de annyira főpörögtek ott az események, hogy ihalja, csuhalja. Ujj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 
Na gyerekek. Ellenfél jön szöglettel. Nézzük csak. Hagytuk, hogy fejeljen, gyerekek. Ez mi volt? Ez mi volt? Nézzétek csak. Ez simán lefejelte ott a... Ki volt ott? Bendy? Szerintem Bendy volt ott. Hát hagytuk, hogy fejeljen, ilyet nem szabad engedni. Erős volt a kirúgás, nem oda akartam volna. Nem baj, gyerekek, higgadtan, szépen felhozzuk a játékszert. Hát ez nem jött össze, azt a mindegy, de agresszív volt. Perez. Nem tudom ki volt az. Diame. Ojja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 j
úgyis mindegy volt. Szia maradék! Nézd oda! Nem hiszem el. Nem hiszem el. Letámadás. Nincs letámadás. Bakayoko! Oda lépett gyönyörűen. Fernandinho. Ha megindulunk. Kicsikét nyugtassuk meg itt a labdát, mert most sokat volt a mi térfelünkön. Szokja hozzá az ellenfeléhez. Aha. Á! Az nem volt kéz? Hogy a viharban nem volt kéz? Mendy megmentette gyönyörűen! De Bruyne! Nem tudtunk beleérni. Nem tudtuk egyszerűen. Ott volt a védelem. Szépen csinálták. Otamendi, hogy gyötörte. Szép. Nézzük csak, letámadunk De Bruyne. Gyönyörűen. És megint bedobás az ellenfél javára. Hát az idő az nekünk dolgozik. Nekik kell sürgető. Neki sürgetős. Most már azért főtolták ők is a mentalitás, most azért érezhetően megváltozott a játékképe a második fél időbe. Hogy most már azért ők is gólt akarnak nagyon rúgni. Az rúgjuk ki! Jézus Mária. Ederson mekkorát védett. Puhú, gyerekek. Az komoly volt, na Walker. Egy hosszú nagy álmok futás. Ejjj, Jesus! De elbaltáztam! De Bruyne nem tudott odaérni, viszont Fernandinho, igen! Jesus! Gól! Hú, gyerekek! Az mi volt? Csókold meg! Úgy van, meg a seggemet is, nagyon jó, azt nem. Gyerekek, gyönyörű. Hát Fernandinho mekkora letámadás volt! Micsoda passz, és micsoda befejezés. Gyönyörű. Gyönyörű. Kérem szépen. Gyerekek. Az egy katasztrofális előre évet labda volt. Sunny! De nincs bent senki. Nem baj, beadjuk. A senkinek. Hallom, hát ha annyira vissza tudjuk tekerni középre. Tud érkező De Bruyne-nek. Nem jött össze. Köszönöm szépen, James. Minden jót kívánok neked is. Hello, bello. Szia, Balai. Jelenleg mennyi pénzed van? És majd megveszed, ha tudod Ronaldót, vagy veszik. Választ. Köszi. Szia, Richard. Nagyon szépen köszönöm a lucot. Hát nincs túl sok pénzem. Úgyhogy... nagy valószínűséggel nem fogom megvenni egyiket sem. Ha meg is venném valamelyiküket, akkor messzi lenne. Nincs annyi pénzünk szerintem.
Hát attól függ, hogy az idény végén mennyi pénzt kapunk. Az jó szerep, jó szereplés kell mindenféleképpen, hogy sok pénzt kapjunk. Úgyhogy bele kell húzni Vihárt mindenféleképpen. De megpróbáljuk azért leigazolni majd Messit valahogy. Majd bepróbálkozunk. Everton kikapott a West Bromtól, gyerekek. Liverpool, Leicester City 0-0. Hoppá, hoppá, hoppá. Főttünk a hetedik helyre, skacok. Nem rossz. 14 pontra vagyunk most már csak. Jelenleg ugye ez már Európa Ligában... Európa Ligában... üzemzavar, igen. Szóval a hetedik helyen most már indulhatnánk Európa Ligában. Hát nyilván nem az a cél, hogy ott indulunk, hanem BL-ben. Úgyhogy bele kell húzni. Goretzka Bayernbe igazolt? Ingyen? Atya ég. Az szép, jó középpályás ő. Komoly. Szép. Nézzük csak, milyen igazolás, vagy mi van itt most? Aha. Nem kell senki. Várjál csak. Hát végülis 58 millió átigazolási keretünk van, szóval... Gyerekek, hogy is volt az? Hogy is volt az a Messi? Hát én benyújtok egy ilyen kérelmet a Barca felé. Halál komolyan. Halál komolyan. Hát sose lehet tudni. Más nem, akkor majd nyáron elhozzuk. Micsoda? Ja, menjen persze. Oké. Okay. Szavasz Weyer, Bala ne tagad, ez meg volt bundázva. Nem volt! Tényleg nem volt. Na nézzük csak! Aguero bekerült a hónap csapatába, Sanchez mellett, aha. És Sané is bekerült meg, aj de jó! Aj de jó, aj de jó. Arsenal jó formában van. Onnan kettő ember bekerült, Cazorla és Sanchez. Komoly. Neymarra is mehet az ajánlat. Yeah. Yeah. Kompany lelépett a klubtól, így van, Diaz is lelépett, jó. Oké. Okay. Oké, okay, oké. Okay. Kompanyval innentől kezdve nem számolunk. Aha. Annyira jók ezek a képek is itt. Tök jó. Valahogy. Nézzük csak az ifiket. Hány éves ő? 19 éves, 66-os szintű. Phil Tausinho, őt leigazoltuk még a Liverpoolos karrierünkbe. Hát... Aha. Középpályás lenne jó nekünk. Loderajvic. Jó neve van, maradjunk annyiba. Szia Eszti. Szavasz Kecske. Hang vagy Coutinho-ra ajánlatot tenni? Igen. Coutinho nem kell nekünk. Az nagyon nem. Ja. CMF. Aha. Jó. Na nézzük csak, menjünk akkor. Jöhet gyerekek az Arsenal elleni rangadó. Kokét igazoljam le. Nem. Nem, mondjuk nem hülyeség. De olyan lenne jó nekünk, aki, hát transfer broken down, a Messi féle átigazolási kísérlet az csődöt mondott sajnos. Kótya féle macska farka. Hát most mit lehet csinálni? 170 millió az elengedési váradék? Hú, gyerekek! Liverpool és a PSG is tárgyal Messivel. Ez most mi? És érdeklődnek. Morátát sem szeretném leigazolni, mert ott van nekünk Aguero jelenleg még. Még mindig.
vele még számolunk egy-két évig mindenféleképpen, plusz ugye ott van Jesus is, aki a jövő nagy reménysége. Úgyhogy ami igazából kellene, középpályás. Hát nem is tudom. Nem is tudom. Még egyelőre nem akarok igazolni. De kell. Kelleni fog majd Touré helyett. Touré és öreg. Tehát az öregektől meg kell válni, amint lehet. Amíg lehet értük pénzt kapni. Úgyhogy a Kecske, nagyon szépen köszönöm a feliratkozást. Szevasz kocka. Úgyhogy... Úgyhogy ja. Harry Kane nem volt a Tottenham keretében? Na, megnézzük, akkor jó van. Arzenál kapus a player removed. Hoppá, fail. Aguero szokásos bemelegítése. És kezennek kezdetét veszi a rangadó, gyerekek. Kötelező. Ezt meg kell nyerni, gyerekek. Ilyen meccseket kell megnyerni igazán. Szép. Nagyon szép, gyerekek. Mendy a szélen. Próbálna elmenni. Bellerin követi hevesen. Visszatesszük Sterlingnek. Akitől jön egy beadás. Aguero! Hoppá! Majdnem, gyerekek. Kapásba itt a meccs elején, hogy milyen szépen tudtunk veszélyeztetni. Stonesnak nagyon rossz volt a belépője. Ugye Sanchezre nagyon vigyázni kell. Mert irtó jó formában van jelenleg a fiú. Aj, Bobby. Gyerekek! Itt azért oda kell tenni magunkat keményen. A mindenit. Na nézzük a szögletet. Bakayoko gyönyörűen. Gyönyörűen így van. Hát Aguero nagyon egyedül van egyelőre elől. Szépen letesszük Mendynek. Visszatesszük Bakayokónak. Ó, de rossz volt az a beadás. Ó, ne, métoltad meg! Jaj, nem jó! Otamendi, támadjunk le? Gyönyörű. Erőszakosan, agresszívan, gyönyörű volt. Öröm volt nézni. De Bruynek nem tudtuk visszatenni a labdát. Walkernek ki a széle gyorsan, és jön a beadás. Erős volt. Ú, nagyon erős volt, Jézus Mária. Nagyon. Szia Robi, minden jót, hello, hello. Szevaszához, hogy Fortuna legyen veled. Úgy legyen. Szia Satsza, üdvözöllek. A gyere, Mendy. Vegyük el a labdát. Nem tudjuk elvenni a labdát. Beadás! Ugyanaz. Mint ami az előbb volt nálunk is. Walkerre kicsikét túllöttünk a célon. Szép. Szépen higgadta, hozzuk fel a labdát. Így van, csak nyugodtan, ráérősen, gyerekek. Hosszú még a meccs. Osszuk be az erőnket. Te jó ég, hát ez milyen labda volt, Bakayoko? Hát ez egy undorító labda volt, már ne is haragudjál. Mendy. Gyönyörűen higgadtan, gyönyörű. Nagyon gyors Mendy, hogyha akar. Aha. Mekkora gól! Sanchez! Hát gyerekek, az mekkora labda volt! A két hónap játékosának megválasztott játékos a gyerekek. Tehát Santi Cazorla és Alexis Sanchez összehozta a gólt. Hát nem is akármilyen gólt. Nézzétek csak! Gyönyörűen. Ederson csak úgy lesett. Na jó, a gyerekek, vezet az Arsenal. Jól indul ez a meccs. Tegyük vissza, így van. Menjen a kontra, egyből. Nem is kontra, támadjunk, gyerekek. Milyen kontra? De Bruyne. Szép. És az Arsenal már is bevált védekezni. Egészen döbbenetes. Bakayoko-val rátesszük. Ííí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 
Új, de erős volt. Na hát ez kicsit túl lett tolva. Nem baj. Növeljünk az iramon. Kell a gól. Szép. Minél hamarabb ki kell egyenlítenünk, gyerekek. Gyönyörű visszatett labda Sterling! Gól! Kiegyenlítünk! Nagyon szép volt. Hú. Azt a mindenit. Szép volt, gyerekek. Mesteri. Mester, sarokkal visszateszi Sterling, hogy megint megkapja a labdát, és ott a befejezés. Még akár Sané-nak itt lepasszolhattuk volna, hogy ő rúgja be, de hát ez mindenféleképpen Sterlingnek a gólja volt. Hát ez... Gyönyörűen. Így tovább. Hű, már megy is a támadás. Sané jön hátra védekezni. Aj, Bobby. Sanchez megint majdnem betalál. Te jó ég. Hát ide most kellett Ederson is. Ederson bravúrja. Mert az volt, gyerekek. Az bravúr. Éppen higgadtan Gündogannak. Megindulunk. Dehogy indulunk. Lassuljunk be, gyerekek. Iramból vegyünk vissza természetesen. Nagyon jó. Majdnem összejött nekik a belépő. Az nagyon jó, Gündogan kapáslövés! Kivédi! Kivédi, de ki a kapusuk? Az Arsenalnak ki a kapusa? Azóta sem jöttem rá. Bakayokónak középre! Lövőre! Mellé! Aj, de kár! Szia, Martin! És a passz. Á, nem. Szóval most lesz. Sanchezre hárman mentünk rá, hogy elvegyük a labdát. Elképesztő. Szinte, mint a valóságban. Itt ezt kicsikét túltoltuk. De Bruyne jön a letámadással. És... megvan! Sané! Azta mindenit! Azta! Micsoda letámadás volt! Nem Petrusen van a kapuba László, hanem player removed. Bug. Gondolom, ahogy itt a neveket ugye megcseréltem, valósra tettem a neveket. Á, ki volt szorítva. Nem baj. Úgyhogy player removed van a kapuba. Úgyhogy ja. Na gyerünk. Sané a labdával. Igen. Ott van a labda, nagyon jó. Aguero. Beadjuk Gündogannal. Merész, nagyon szép beévelt labda volt. És lefújja a bíró az első félidőt. Nem volt rossz ez a meccs, igazából gyerekek bármelyik csapat megnyerheti. Nagyon sokat van nálunk a labda. Többet veszélyeztettünk. Sanchez életveszélyes. Nem gondoltam volna, hogy ennyire vigyázzik el majd rá. Sterling! Gyerekek, mekkora szerelés volt tőle. Igazi ritkaság Sterlingtől ilyet látni. Gyönyörű. Jó az! Nem. Nem. Kár. Kár, gyerekek, kár. Nagy kár, nagyon nagy kár. Ezt be kellett volna tekerni konkrétan Gündogannal. És a Sané gyönyörűen leteszi Aguero-nak.
Bakayoko megindul előre. Még mindig? Nem. Sané már nem tudta letenni. Vegyük el a labdát. Gyorsan, nagyon szépen összezárnak. De Bruyne! Be kell rúgni? Nem. Kivédi. Gyereke kivédte gyönyörűen. Ejde kár. Murillo. Te jó ég itt az Arsenalnál milyen játékosok vannak. Azt a mindenit. Ez komoly. Bakayoko. Megvan a labda. Hát gyönyörűen nem támadnak minket. Hát ezt hogy tudta így elhibázni a Aguero? Hát legalább bent volna kapura. Esetleg egy szögletet jó lett volna ebből kiarcolni. És nem támadták le a Aguerót, ez a legszebb az egészben. Csúnya lövés volt. Nagyon csúnya lövés volt. Alexis Sanchez, kérem szépen. És Sterling lefejeli. Hihetetlen. Nem volt szabálytalan? Hát ez hogy? Hát a Spori az mit, melyik meccset nézi most? Az előzőt, vagy mi? Sané gyönyörűen. Nem értünk oda. Sajnos nem értünk oda. Stonesnak kell kimenni a szélre. Walker nem tudom, hogy hova lett. Walker időközben bejött középre, Stones helyére. Aha. Jó van. Na, pedig pontosan passzolunk ezen a meccsen. 90%-os passzpontosságunk van. Sterlinge megy a pontra. Gyerekek, azért tempózni kell, mert nem érünk rá annyira. Mennyi Sterling? Visszaadjuk, de minek? Nem jönnek föl a srácok, ha mi van? Aguirre óriási labda! Hát gól! Hát te... Hogy? Megfordítottuk a meccset. Megfordítottuk a meccset, hát... Jézus Mária, óriási labda volt. Nézzétek csak, Bakayokótól ment a labda. Hát ez... Jézusom. Komoly. Gyönyörű, gyönyörű. Szia Bob! Szia Imre! Minden oké, és köszönöm kérdésed Imre! Nyomjad neki bro! Köszönöm szépen kecske a lúcot! Igyekszem, igyekszem! Csapatti keményen! De Bruyne, megvan a labda! Nagyon szép! Nagyon szép, nagyon szép! Támadjunk! Aguero! Nem úgy mozgott Aguero! Hoppá, 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 hoppá! És a letámadás Bakayoko a gyönyörű volt, megy a Walker. Nem jó. Rossz irányba húztam. Hogyan? Egyes rajtszám? Én nem fogom soha lecserélni az egyes rajtszámra. Az biztos. Hopp, 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 hopp. Tehát én mindig számoknál azt nézem, hogy melyik áll hozzám legközelebb. Engem a számoknak a jelentése nem érdekel, csak az, hogy melyik az legszimpatikusabb számomra. Én mindig így álltam a számokhoz. Rajszám, időpontok. Úgyhogy ja. Facebookon kint van a menetrend Imre. Nézzük csak. Vagy a honlapon, a képernyő jobb alsó sarkán található honlapon is meg lehet nézni. Erre kíváncsi leszek. Sorfal! És szöglet. Jó. Addig is az ellenfél tér felén vagyunk. Attak. Na nézzük csak. Az nem tűnik. Jó, hát annyira nem volt jó végül. Otamendi meg tudta állítani az utolsó pillanatban a labdát.
subject of some adhesive marking. Yeah, and having notched a goal already, Peter, he's not going to be allowed to run off the shoulder. Ah, nem tudott ráfordulni ugye Aguero, hogy én ezt szerettem volna. De nem baj. Sané, gyere, papa, gyere. Aha, oké. Okay. Mindjárt cserélünk egyes kacok, mert van egy-két fáradt Jóska. Ajajajaj, Sterling. Lassú már. El van fáradva Sterling, mindegy, cserélünk. Kicsikét húzzuk az időt is ezzel. Gyerekek, Sané meg van halva. Jön akkor oda egy Bernardo Silva. Bejön egy David Silva is. És bejön egy Fernandinho Gündogan helyett. Kell ide a középpályára az erő, gyerekek, mert itt a végén azért bajok lesznek. Az Arsenal a végét nagyon meg fogja nyomni, ebben biztos vagyok. Ott a labda, így van. Aguero! Előbb, ó, de kár, hogy nem előbb vettük észre Aguero-t. Ajja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 j
Egy de kár. Szép, Walker. Szépen húzta el. Azaz. Iiii, megvan a labda. Ó, pontatlan. Pontatlan. Bayern München szeretem-e? Jó csapatnak tartom őket. Szeretem a játékukat igazából. Különleges volt a játékuk mindig is. Mindig az a csapat volt, akik úgy mentek, mint a nem normálisak konkrétan. Tehát ő ilyen, hogy fáradtság, meg bármilyen. Tipikus németes futball konkrétan. Amit most is Henkessel csinálnak, gyanítom. És ezért jó nézni a Bayern. Ők soha nem adják föl. Rajtuk mindig lehet látni. Ők aztán mennek, bármi van. Úgyhogy emiatt szimpatikus csapat. Szia Szabesz! A gyerekeket megnyertük a rangadót konkrétan, úgyhogy az Arsenal túl sokat nem tudott hozzászavolni. Rendben van, Martin. Rendben van. Hát nem szabad táposnak lenni, basszus. Hol mész, kisfiam? Lapos Elemér. Nem a nevedet kérdeztem. Jézus Mária. Csúnya korosz bala elverted az Arzenát, ne legyen csirkéd egy hónapig. Rendben. Oké. Rendben van. Micsoda? Jaha, nem fogja megkapni a hetes számot, mivel a Barcelona egy nagyobb nyári igazolásnak tartogatja Ronaldóra. Ki lehet az a nagy? Ja, de meg fogja kapni. Biztos, hogy megkapja. Hát, hogyha azt nem kapja meg, akkor mit? Hát, ez fura számomra. Na minden, Messi-t nem tudjuk leigazolni, skaszó. Ilyen meglepő. Úgyhogy... Griezmann, az persze. Nem. Ez csak így... Nem. Griezmann nem jöhet. Hát a Griezmann nem jöhet, gyerekek. Hát én akkor felmondok. Hoppá, Aguero szeretné leigazolni a Chelsea. Mennyit adnának érte? 39 milla? Nem. Biztos, hogy nem adjuk el. Aguero maradni fog. Őt visszavonultatjuk konkrétan. Isco meg már öreg. És 25-6 éves. Fiatalabbak kellenek, srácok. Ilyen 20, maximum 22 évesek. De tényleg. Olyan srácokat kellene igazolni. Carrasco. Ő CMF. Carrasco. A Carrasco. Dybala. Nem tudom, gyerekek, nem tudom.
az, hogy Dybalával is olyan kétesek az érzéseim, annyira főnyomták azt a gyereket számomra, hogy igen, ő jó, ő nagyon jó, ó, hát ezt aztán, haj, mekkora. És nem szeretem én az ilyet. Nem is őt akarom, Carrasco. Na nézzük csak. LMFő, aha. Jó, Carrascót akkor nem igazoljuk le. Oké. Hát most Iszkóra ránézünk azért. Itt van az Iszkó. Hát ő CMF-ként simán helyt állna. Simán. Tehát ő tudja azt a posztot gyönyörűen. Ja. 26 éves. Nem lenne rossz igazolás természetesen, tehát hatalmas nagy lenne. Na, micsodát, Bob? Csapassad. Dele Alli. Hadot aztán állítottam vissza, így van, igen. Ez így igaz, igen. Igen, adva, hogy Projekt Cars-ra vissza lesz csapva. Nem tudom, srácok. Kicsikét elbizonytalanodtam most, Iszkóval kapcsolatosan. Nainggolant? Nem. Az túl durva lenne. Harryként megnézzük a hurikánt. Hogy kell írni a nevét akkor? Nincs benne a játékban, vagy mi? Ez most mi? Asensiót nem szeretném leigazolni, mert ő ma Liverpoolnál nálunk volt. És... jó játékos volt. De még egyszer nem szeretnék ugyanazt. Keen. Ja nem, Kane. Kane. Harry Y-nak Kane. Fixen ez a neve. Csak valami nincs benne az adatbázisba. Te az Greg. Várjatok csak. Volt egy ötletem, basszus, elfelejtettem. Harry Kane az eredeti neve pedig, így van. Így van. Vidal. Durva középpályás lenne. Várj, a Nainggolanra keresünk rá. Mm-hmm. 30 éves, de brutális középpályás egyébként. Atya Isten. Vidal is a körül van egyébként. Thiago. Jó, veszélyes. 31. Ja. Csórikám. Thiago meg 26. Smart player. Thiago jó lenne. És őt bírom is. Az a baj, hogy ő egy olyan játékos, akinek tényleg mindig minden meccsen szinte játszania kellene. Sászok, de tényleg. Ujjjjj. Böde, ja, így van, Böde. Tielemáns, ő sem egy rossz. Nyolcvanas. De ő el se jönne. Nem bizony. Várjatok csak, skacok, úgy keresünk rá, hogy így. És... aha. Tehát minimum legyen mondjuk egy 75-ös. Oké. És akkor... az pedig a 15-től menjen mondjuk 23-ig. 22, na. 22 év.
Így. És akkor legalább nem vén kecskét igazolunk. Delali. Delali, tényleg, hát hogy de őt is mondtátok, igen. De hát ő szinte el se jönne. Asensio is itt van, de hát ő támadó középpályás inkább. Ali. Fiatal. Dembélé. Pappé, az hát apádnak a fülét. Aha. Alinál bepróbálkozzunk. Hú, gyerekek. Jó lenne ő. Erős lenne. Nagyon erős lenne. Nézzük meg. Renato Sánchez nem. Pulisic nem. Bartual. Ecuadori 19 éves, 80-as. Őha. Gyerekek, ezt meg kell nézni. Kessié. Hát ő nem. Kembalos vagy Ceballos, nem tudom, hogy kell ejteni. 22 éves és 79-es. Aha. Lemar nem jönne el. Az biztos nem jönne el, már nála bepróbálkoztam még annó. Ha jól emlékszem, Locatelli is itt van. Ő 20 éves. Gyerekek. Hát ha Ali jön, akkor ő. Lemar bácsi. Maximum Ali. De mondjuk ő is támadó középpályás a Lemar. És nekünk középpályás kellene, nagyon. Mert ott van a... Ami a fene. Őt is megnézzük. Ő sem jönne. Védekedő középpályás ő meg. Ki volt még? Goretzka. A Goretzka bácsi. Hát nézd meg, de nem jönne el. De miért? Még 23 éves. Nála jól emlékszem, már bepróbálkoztunk még annó. Azt a mindenit! Pedig ő sem lenne rossz. Az igazán durva Ali lenne. Dele Ali. Gyerekek, ő tényleg menő lenne. Pjanic. Torgeles annyi. Mi? Mi az, hogy nincs? Ja, mert az a fura C betű van. 28 éves? Ja. Igen, erős játékos. Igen. Határozottan. Bonatról nézel mobilnettel, az komoly. Az kevés. Az komoly. Hakan Calhanoglu. Megnézzük. Nem jó. Vala, várjál. A betűkkel van, várjál, Kálhaló Leverkusenes. De ő is már öreg. Ő is öreg. Kálhaló basszus. Skacok, várunk egy picikét, elpörgetjük itt a napot. Nem pörgettünk, meg lejátsszuk ezt az Aston Villás meccset. Szia, Lóránd! Koke. Kokét megnézzük, Kokét még akkor. Hát megnézzük. Calhanoglu Milános, tényleg Milános, jogos. A Leverkusenből ment oda. Ja, jó, oké. Koke. Koke! 26 éves! Ezt nem gondoltam, azt hittem ilyen 24-25. Hú, de elég erős játékos, 87-es. Hú, az komoly. Van ott ball control rendesen. Jó.
Saul. Saul. Megnézzük a Sault. Így. Saul Niguez. 24 éves! Felvett ez ma vénkecske. A Saul. De Leali lenne a legjobb gyerekek, és őrá van a legnagyobb esély, hogy eljön. Konkrétan, de tényleg. Ha nem jön el, akkor valamit meg kitalálunk. Valamit akkor kitalálunk. Viszont Turénak mennie kell akkor. Nem is baj, mert amúgy is öreg. Cserélnünk kellett volna, alakítani, hogy rotálni kellett volna erre a meccsen, na mindegy. Kremájszor, nagyon szépen köszönöm a lucot, górra. Köszönöm. Szia Totya, én a fiatalokra teszem a hangsúlyt, nekem is alapvetően az a célom, de nem egyszerű. Mert ugye az eredmények nehezebb bejönnek. Futballmenedzserbe szoktam nagyon betegen fiatalokra építeni. Fúj, de undorítóan. Tehát azt, hogyha láttátok, az átlag életkor az ennyi 20-21 szokott lenni. Tehát volt olyan BL döntő, mikor nem is tudom, a fél csapat 20 éves volt, vagy fiatalabb. Vagy még, tehát 24 év fölött aki volt, az már ment el a csapattól, mert az már öregnek számított. Mindig a fiatalokra jobbnál jobb fiatalok jöttek, mentek, jaj, de jó volt. Hatalmas volt. Na nézzük, Sané labdával, Sterling, ott a Sané, majd Sterling már be is indul. Kapja az Aguero labdát, kapura lövi, kivédi a kapus. Samba volt a kapu, nem Samba a kapus, hülye vagyok, hogy a védő. Ki a kapusuk? Ez amúgy rossz, ez negatívum, hogy nem érja ki. Az, hogy a meccs előtt adja a felállásokat. Té, Aguero! A törpe király, basszus. Rá tudta bólintani, Steer a kapusuk. Ezt is tudjuk. Stones, lefejeljük? Nem. Aguero, nincs meg. Stones, menj már hátra, haver. Grealish, ő is nagy tehetség. Bakayoko, gyönyörűen! Az egy nagyon rossz labda volt. Na mindegy. Higgadtan! Sterling! Megvan! Kicsi fejetlenek voltunk, de... Az a lényeg, hogy megvan. Nyugtassuk meg kicsikét a játékszert, mert... Nekik itt a végén. És már jön hátra szállni, gyönyörűen mester ilyen. Segíteni konkrétan, de Sterling belassult. Rossz volt egyből a... Jó. Bakayoko. És a Sterling. És ott... Kapura lőjük! Gól! Hoppá, ezt nem gondoltam volna. FA kupában vagyunk egyébként. Lafontot kellett volna berakni a kapuba. Nem baj. Majd Lafontnak is adunk jó pár meccset még. Mert fiatal gyerek, 18 éves, 79-es szintű. Jó, van benne potenciál, elég sok. De Ligt is ugye, fiatal középhátvéd, őt is játszatni kell. Na nézzük csak, és jön a De Bruyne, nem jön a De Bruyne. Sané jön akkor. Aj, de szépen. Annyira jó látni, hogy azok a játékosok is jönnek segíteni, védekezni, akik alapvetően nem az lenne a dolguk, de most mégis az, mert muszáj! És mit védett Ederson? Hogan lövését védte. Szép. Tolisso, ő is jó játékos. Igen. Ez is igaz. Ott a Walker. Nem, Walker, belassult gyerekek. Jó, Ederson. Kapusse mege. De Bruyne a labdával. Sané. Bakayoko bizony. Szépen járatjuk a lasztit. Megy a Bakayoko, nagyon megy. Nem tudtuk visszatenni. Rá kellett volna lőni. Inkább rá kellett volna tenni
Ott van, ott van, ott van, és a Sané! Hú-hú! Gündogan! Micsoda! Hát rendesen meg vannak szorongatva, maradjunk egyébként, és még mindig nálunk van a labda, megy a Mendy. Ne, elrontjuk azt a kiugratást. Mendy visszaszerzi. Döbbenet, bomba formában vagyunk. Nem. Szabálytalan volt az ellenfél. Bakayokóval szembe. Szabálytalan, hát igen. Ez egy csúnya belépő volt. Hoppá, hoppá, hoppá. Shaping up to have a crack from here. De Bruyne! That's a half-decent try. Yeah, he may have started even though it was France-ba. Nem baj. Levertük a pókhálókat legalábbul. Legalább. Nézzük csak. Gündogan a labdával. Szép. Adjuk haza, így van. Édesson, ne unatkozzon, mert a végén megfázik, aztán tüdőgyulladás miatt meg egy hónapra nélkülözik el. Nem mint hogyha olyan nagy érvágás lenne nekünk. Talán ezt nem hallotta meg Édesson. Gündogan. Így van. Csak higgadtan, gyerekek. Vezetjük a meccset. Az mi volt? És ők jönnek bedobással, akkor ott valami irányítási gond volt, zűrzavar. Oké, nem probléma. Sané. De rosszul támadtunk le. Stones, úgy van, gyönyörűen. Szépen higgadtan. Ott a Sané. Így van. Sané megint leteszi. Majd visszakapják, hogy... Samba gyönyörűen lépett ki. Ahogy Otamendi is. Igen. Megkaptuk a labdát. Gündogan valahogy nem érzem jónak. Nagyon csípem ezt a... Gól! Bekísértük. A védővel együtt. A hálóba. Hastir adott egy tockost Sambának. Ott van, gyönyörű. De megszívták. Hop. Edző módban nyomott te totya. Ilyen van ebben a játékban. Te jó ég. Ezt nem is tudtam. Hoppá. Nézzük csak. Baj van. Gól. Gyönyörűen csinálták. Rendben, Dani, köszönöm szépen! Szuper! Hát nézzük meg! Otamendi egyszerűen annyira előre ment, Bakayoko nem tudta pótolni hátul Stones, és Stones nem bírt emberével egyszerűen. Szép! Gyönyörű labda volt, gyerekek! A mindenit! Gyönyörű labda átvétel, és... Elképesztő! Is threatening to become a really good game. Listen, goals change games. See? That's changed the whole complexion of this one. They have the momentum. Jó. Majdnem abból egy sárgalapos becsúszás lett. Really good half of football. Three goals and just one separation. Jó. Well, it's still anyone's game. Egészen nagyszerű egyelőre. Kettő ide vezetünk, Skocó. Nem játszik rosszul az Aston Villa. Nézzük, hogy mire lesznek képesek itt a második fél időben. Most már támadó felfogással játszanak, eléggé. Walker-te nem volt rossz. Nézzük csak. Kiegyenlítenek, gyerekek! Hogan!
listen, the writing was on the wall. It looked like this was gonna happen and it has. Mi jó, hogy nem a tarcsikkal jöttünk, te jó ég. Great delivery and a finish to match. Yeah, I just thought he wanted that more than anyone else on the pitch and it was fully deserved. Atya ég. Kiegyenlítettek, gyönyörű gól volt, le ez is. Gyerekek, rá kell kapcsolni. Nem, várnunk kellett volna még a visszapasszal egy picikét. Sterling, nem tudtuk letámadni. Bakayoko jön hátra, nagyon szépen, csak a hátra passz volt katasztrofális. Gündogan jön hátra segíteni, úristen! Jó játszanak. Vagy mi játszunk rosszul, mármint a védelmünk. Gyanús. Ki a szélre, Walkernek. Így van, megy De Bruyne-nek a labda. Nézzük csak, ebből vajon mit fogunk kihozni. Walker. Nem. Elvesztette, rosszul tolta meg azt a rohadt labdát. Otamendi! Jajajajajajaj, Stones! Erős volt. Nagyon erős volt. Mendinek kellett volna csak piciket oda pöccinteni. Bárhogy őszintegyek, nem gondoltam volna, hogy megszerzi Stones a labdát. Milyen jó, hogy menedzseri bizalom között megvan. Menedzser és játékos között megvan a bizalom. Természetesen óriásian idézőjelbe téve. Na nézzük csak, Mendy-től beadás. Hát ha Aguero annó több... Többet nem jut eszembe. Mi annak a neve, gyerekek, segítsetek, Spenóta tevet volna akkor. Akkor ez most befejezte volna. Aguero, papám. Rúgnunk-e még egy gólt, vagy ki kell kapnunk, gyerekek, mert hosszabb vítást nem szeretnék, tehát újra játszani nem szeretném ezt a meccset. Így is eléggé, ajjaj. Huha. Megvan a labda, gyerekek, most kell följebb tolni a játékosokat. Így van. Most kell nagyot játszanatok. Aguero-val mi van, gyerekek? Cseréljük le Aguero-t. Behozzuk Jesus-t. Ő most nincsen rossz formában. David Silva-t is szerintem be fogjuk hozni. Sterling helyett. Már most. Kell a frissesség, gyerekek. Szia, Matthew. Nagyon kell a frissesség. Meg kell pörgetni ott a támadó játékot. Bakayoko mekkorát esik, te jó ég. Egyben van a csóri. Stones. Hát, megköszönhetjük az ellenfélnek, hogy eladták a labdát, de mi is eladtuk, hát ez nem igaz. Az ellenfél valami elképesztő intenzitással támad rendre. És Ederson. Szevaszkre! Hát köszönöm szépen, hogy mindannyiótoknak tényleg köszönöm szépen, megvette 7900 feliratkozó. Köszönöm szépen! Tényleg, nagyon nagy köszönet. Na nézzük csak, Gündogannak gyorsan adjuk le a lasztit. De hát ez nem Gündogan, hanem David Silva lett, nem baj. Ő sem rossz választás. David Silva. Szépen higgadtan, visszatesszük Mendinek, vissza a középre, Bakayokonak, ott van bent Sunny. Nem jó, még mindig nem jó. Jesus! Sarokkal! Nincs meg! Atyaj úristen! Mekkora sarkazás volt az Jesus-tól, te jó isten, hát hogyha ez bemegy, gyerekek. Dobtam volna itt egy szaltót. Ujj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 
az Aston Villától. Uram, atyám. Menjen a kontra, gyerekek, gyorsan menjen a kontra, de nagyon fáradtak vagyunk, egy a probléma. Ez az egy hátráltató erő van.
Gündogan. Beéred, fater, meg kell csináljad. Nem jó, luftot rúg Gündogan, pont beleért a védő. Vissza Sané-nak. Sané! Miért nem passzoltuk vissza? Hú, gyerekek! Támadjunk, támadjunk! Meg kell szerezni a labdát, és Skötént adott Stonesnak. Gyönyörű. Samba a tank, öregem. Micsoda hajtás, kérem szépen. Sané, Jesus, megcsinálod, fater, meg kell csináljad! Nem! Fölé! Hú, de feszült lett ez a meccs. Mennyivel ment fölé? Jézusom! Sané pedig de jó mozog. Fölé. Aston Villa ellen játszok, igen. Nézzük csak. Nézzük! Nehogy baj legyen. Szöglet. Az ellenfél a vára. Ez baj. Ez most baj, gyerekek. Húha. Ederson. Utolsó támadás. Mindent fölteszünk most egy lapra, gyerekek. Mindent. Ederson. Ki a szélre Sané-nak. Nagyon jó. Vissza Bakayoko-nak. Mennyi, papa, mennyi! Lefújta! Mi elles? Ó, gyerekek, ennek a meccsnek most van vége. Le fogja fújni. Előre rúgja, azt le is fújja. Jön a hosszabbítás. Ezek szerint nem újrajátszás jön, hanem hosszabbítás. Ó, gyerekek. Ez baj. Cserélünk, ha tudunk. Be kellene hozni Gündogan helyett mondjuk egy Fernandinho-t. Hát jön a 2x15 perces hosszabbítás. Aztán végén 11-es párbaj lesz. Na, az még szép lenne. Jesus. Azt a mindenit, Jesus. Nem igaz, egyszer nem igaz. Ennél jobban, pontosabban kell. Többet van nálunk a labda, 59-41 arányban. Uha, az óriási labda. Samba, gyerekek, a közép hátvéd. Úram, atyám. Rendben van, Greg, minden jót, addig is, hello, hello. És a szöglet. Uhú! Erről beszéltem, gyerekek, a szögleteknél vannak gondok. Bjarnason. Ki a jó franc? Hát ez. Ez egészen döbbenet. Ilyenből gólt kapni. FA kupa, igen. Igen. Ilyenből óriási védelmi hiba volt. Egyértelműen. Silva, fussál, papa! Nem. Hát de finish ember, basszus. Oda ki a szélre Walkernek. Hát, fogjuk rá, hogy szélre ment. Gyerekek, szedjük össze magunkat, tartalék rakétákat, izzi, csuk be. Úristen, rossz passz. Sané! Gól! Mondd, hogy nem les! Igen, nem les, kiegyenlítünk. Úristen, mekkora labdát kapott Sané. A fürtöske. Hú, gyerekek. Ott van, öregem. Erről van szó. Érik a 11-es párba. Nézzük meg a gólt. Nem gondoltam volna, ez összejön. Ki adta a gólpaszt? Bakayoko meg? Nem. David Silva. Nem. Ott a Mendy. Hú.
Jézus Mária. Fernandinho, gyerünk papám. Le kell tolni őket. Nem szabad a 11-es párbajt megvárni, gyerekek. Menni kell előre. Menni, menni, menni. Ők is egyszerűen amennyire csak lehet kitámadtak, meg mi is. Hát ebben nem tudom, mi lesz így, gyerekek. Zoknik leszünk a 11-es párbajra, hogyha arra kerülne sor. Húha! Húha! Na jó, vegyünk vissza. Ez nem fekszik nekünk. Vegyünk vissza. Úram atyá. Picikét visszavettünk. És a fejes Bakayokót a... Na végre! Most egy aránylag egészen tűrhet... Hát ezt még laposan csináltam. Nem baj. Stones? Nagyon jó Sanénak, az nagyon... Miért fújod le, barom? Lefújja, gyereke. Ment volna a kontra. Hihetetlen. Nem baj. Több kapura lövése van egyébként az Aston Villa, hogy gyerekek jó játszanak. Meglepően jó játszanak, basszus. Nem gondoltam volna. Óriási meglepetés. Hát... Akkora rotálás kell benyomni majd a következő meccsen, mint az atom. Hát ez... Meg van halva az összes játékos. Stones, gyerünk, szép. Így van. Mennyi Jesus, papa. Ajja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 jj
Uha! Belerúgta saját csapattársába, nagyon szép. Előre. Fussa Jesus, friss ember vagy friss ember? Gól! Azaz! Igen! Erről van szó, öregem. Hú, csókold meg! Gyerekek! Tudtam, hogy ezre kell játszani, gyerekek, meg a Jesus friss ember. És a védelme konkrétan a békaseggel alatt volt energiaszintügyileg, szóval... Nézzétek meg, mekkora különbség volt futásba. Oda néz. Óriási. Óriási. És pont jól jött ki a lépés. Hát igazából ráfáztak, tehát túltolták a taktikát konkrétan, mert... Ojjaj. Vegyük el. Ojjaj. Samba életveszélyes. Életveszélyes a feljátéka. De Bruyne jön előre. Ott a Fernandinho. Nagyon szépen. Betesszük. Jesusnak akartam volna, de mindegy. Rálők most már. Azt hittem most már, hogy beakad. Nem volt az olyan messze. Fernandinho nagyon játszik. Szia, Szilárd. Jó vagyok, köszönöm a kérdésed, remélem te is. A gyerekek, csapjuk meg. Ott van. Igen. Ejj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 
Oh, it's a stunning goal! Oh, it really is a finish of the highest order. They have stolen level at the last. Ezt nem hiszem el, gyerekek. Ezt nem hiszem el. Nézzétek meg, zseniális labda. Zseniális labda. Ahogy neki is fáradtak az emberei, úgy nekünk is. Bármint a védelme. Hát ez... Utolsó percbe. Hát ebből 11-es lesz. Azt a rapédet. Ebben a játékban szerintem még egyszer nem rúgtam 11-es, szóval azt sem tudom, hogy kell védeni. Úgyhogy... király. Hát most... le lesz tesztelve! Sané! Ott a szélen! Gól! Hát az mi? Hát gyerekek, nem lesz ebből 11-es! Mekkora meccs! Mekkora meccs! Na most már töltök itt okát, gyerekek, mert most már...
deserves a little bit of sympathy here. Most már baj van. Úristen, a tipikus angol meccs. Gól itt, gól ott. Sose lehet tudni, hogy mi van. Figyelj, David Silva, berobban, bepassz, ott higgadtan. Szépen, ballal, belsővel helyezi az alsó sarokba. Gyönyörűen. Azt a minden. Golászó. Ott akkor mi van? 5-4. Úristen. Hát ez óriá. Le a kalappal az Aston Villa előtt. Nagyon, nagyon. Nagyon mentek. Fú. Szaros edző meccs. Ez durva volt. Squeeze the win out of a draw. Sometimes it comes down to grit and desire and the stubbornness to keep plugging away. Beszadás. A Swansea elvert az Arsenalt 4-1-re, gyerekek. Azt a Chelsea kikapott a Watfordtól. Everton is kikapott, United nyert. Hát ez komoly. 5-4. Jézus már. Szia Graceland. Komoly. És kivel fogunk játszani? Várjál csak, hol vagyunk mi? A Stoke City-vel? Nem lesz egyszerű. Nem lesz az egyszerű meccs. Aston Villa gyerekek nagy ott ment. Le a kalappal. Ezt tényleg nem gondoltam volna. Na! Messi lett a világ legjobb játékosa. Hát, így van. Ők nálam eddig is az volt. Gyerekek, menjünk tovább. Azt mondja, hogy kit szerettünk volna megnézni? Az átigazolásoknál várjál csak. Ugye... Cookie-t megnéztük. Ja igen, most várunk, hogy mik lesznek itt a fejlemények. Kicsit belepörgetünk. Azt mondja, hogy... Milyen fejlemény van Dele Alli átigazolási... Ugyében, nézzük csak! Hoppá, 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 hoppá! Gyerekek, alakul! Alakul! Figyeld, figyeld! 36 millióért el tudnám hozni. El kéne. Hozzuk el a fiút! Leigazoljuk, srácok! Zenére. Ja, az előző zenére szerettél volna egy kis hangot, Dani. Ja, akkor minden, erről lemaradtam. Hakan Calhanoglu egyik legjobb szabadrúgás lövő, és csak 23 éves. 23 éves? CM-ként és LM-ként is bevethető. Igen, azt tudom róla, hogy jó szabadrúgásokat lő. Igen. Igen. Nem férne be. Nem férne be, Calhanoglu. Nincs olyan szinten szerintem. Ugye én a szabadrugásokat ki se tudnám használni, mert nem tudok szabadrugásokat lőni, szóval... Ja... Marco Asensio... Lokelso, Renato Sanchez... Neves és Pulisic... Megnézzük. Tanni, köszönöm szépen a lucot, Kremászló, neked is köszönöm szépen a lucot. Kinek a helyére igazoljuk le Alit? Padra. Tényleg. Szerintem Gündogan helyett. Nem gondoltam volna, hogy ezt valaha is kimondom, de... Puh. Leakadunk belőle kicsikét. Hát ez 2,5 évre adjunk már neki szerződést. Így van. Nézzük. Ali túltámadó. Az nem baj. Az jó. Jó lesz az. Kell az nekünk. Ja. Asensiót meg se nézem, mert őt ismerjük.
Na nézzük meg a srácot. 20. Paris Saint-Germain-es attacking midfielder. Attacking, nem. Ő nem lesz jó. Renato Sanchez. Svenci. 21 éves Renato Sanchez, gyerekek. Hát ezt nem gondoltam volna. Azt tudtam, hogy fiatal, de azt hittem már járt felette is az idő. Renato Augusto. De alig van rá esély, hogy őt is leigazoljuk. Egyes rublikán van. Csak egyes rublikán van, őt nem is lehet leigazolni. Max, aki kettes, mert ugye Ali is kettesen volt. Egyesek sosem álltak velünk szóba. Hát igen, ő nem lenne rossz. Fighting Spirit. CMF-ként bevethető, teljesen jó lenne. Na, próbálkozzunk be, gyerekek. Nézzük csak. Neves. D-neves. CMF. 69-es csak. Jó neves nézek? Igen. 69-es, 22 éves. Vagy lehet, hogy nincs itt az a neves, akire gondoltál te, Dani. Sőt, biztosan. Tuti. Pulisic is jó játékos. Csak hát ő meg szélső. Igen. Még támadó középpályásként ő is bevete. FM-be szerettem őt. Gyors játékos. Hát de, basszus, de miért nem tudnánk őt leigazolni? Beszarás. Fura Kovacsics. Mit csinálsz? Oké, aha, 24 éves. Őt le tudnánk igazolni egyébként. Teljes mértékig. De megint a Real Madridtól igazolni. Ugye Asensiót is onnan hoztuk el még a Liverpoolos karrierbe. Őket pénzeljük, gyerekek. Technikás játékos. Nem, gyerekek, jó lesz a Lali. Jó lesz, jónak kell lennie. Donát Kovács, nagyon szépen köszönöm a feliratkozást. Üdvözöllek, hello bello. Szalát? Nézzük meg Szalát. Nézzük meg a Mohamedet. 26 éves! Hú, gyerekek. Komoly. Embolo. Ő nagyon ismerős, azt hiszem, hogy csatár. Igen. Embolo. Honnan a viharból ennyire ismerős? Svájc. Persze, a svájci válogatottban debütált a legutóbbi nagy eseményen. Igen, igen. Európa bajnokság, vagy mi volt legutóbb? Azon, az. Ja. Hát igen, ő nem rossz. Határozottan. Tehát most Jesus helyett. Igazság szerint az lenne a legcélszerűbb, Aguirót eladni és helyére hozni. És Jesus lenne az első számú csatárunk. Tehát Aguirót kicsapni. Megnézzük még Barkley, gyerekek, aztán megyünk még egy meccset. Barkley. Hát igen, ő is Udinézénél van. Az hogy a viharba? Honnan volt annyi pénzed Udinézének? Ez érdekes. Ez fura. Nem is tudnánk elhozni. De jó. Sok oldalú. Jó, hát meglátjuk, mi lesz Alival. Őt le kell igazolni. Jesus helyett Embolót. De miért? Hát de Jesus nagyon jó, gyerekek. Hány éves a csóka? Mindjárt megnézzük. 21, 80 a szint, tehát ez... Jó, nagyon jó.
Mondjuk a befejezéseken néha van egy kis gond, de hát majd kiheveri. Jó lesz, jó lesz, jó lesz. Bízatok bennem. Sok játékos nem tudunk elhozni. Ami fura. Viszont akiket el kellene adni, az Touré, Yaya Touré. Sajnos. Vagy nem? Nem. Várjál, csináljuk úgy, hogy Ali helyett, Ali jön, Gündogan pad. És akkor Touré kimegy jobb oldalra, közép, hát védekező Fernandinho. David Silva támadó középpályás, és ki lesz a másik támadó középpályás? Bernardo Silva, és Bernardesit kellene eladni a francba, ő fölösleges. Szart nem ér eddig. Ami fura. Ezt kellene csinálni, Bernardesi lesz fölösleges. És akkor itt teljes a kép, és akkor Turét sem kell eladni, várja. Egy, kettő, három. Igen, jó, igen. Akkor Turé marad. Gyerekek. Bár már rohadtul öreg, tehát 35 éves, vénkecske. Szóval, ja. Tudja. Hát most, hogy hova kellene még igazolás? Bal hátvéd van, jobb hátvéd van. Hát pedig idővel jó, hogy a jobb hátvédet kellene frissíteni. Egyelőre ez így jó, skacok. De Ligt egy fiatal közép hátvéd, Lafont is egy nagyon fiatal kapus. Van igazából minden posztra utánpótlásunk, hál' Istennek. Gündogan 28 éves, Bakayoko 24, De Bruyne 27, Sané 22, Sterling 24. Tehát jó ez, jó ez. Esetleg még egy középhátvédet kellene hozni. Mangala helyett. Igen, esetleg egy középhátvédet kellene. Középhátvéd. Csak és kizárólag most már középhátvédre lenne szükségünk, és akkor ezt az Adara bogyót, a bogyókát eladjuk, plusz Mangalát, a Mangalicát. Ez. Többet nem akarok variálni, skacok, mert az már kicsit sok lenne. Jó lesz ez. Na nézzük, hogy Ali bácsi vajon jön, vagy nem jön. Próbáltam kölcsönbe adogatni a játékosokat, de nem vette számításba. Akkor maradok, Szilárd jöhet a City. Köszi Szilárd a lucot. Így van. Na nézzük csak. Na semmi. Sőt, várjál csak. Umtiti. Kimba, na az meg, őt mindenféleképpen megnézzük, gyerekek. Mindenféleképpen. Mangalát én már föl is kínálom. Így van, menjen. Még kölcsönlistára is fölrakjuk. Így van, a darabogyó. Hát ő... Így. Jó. Nézzük meg a... Ide akartam jönni. Nem Kimpembe ő? Kimpembe vagy... Mindjárt nézzük. De ő Kimpembe. Aha, 23 éves. Azt hittem fiatalabb ő. De nem rossz. Határozottan jó. Gyerekek. És le is tudnánk igazolni. Ajaj, de még hogyan. Ho-ho. Simán. Bepróbálkozunk. Megnézzük Umtitit is. Koulibaly? Megnézzük. 27 éves. Öreg! Svever, öreg! Öreg. Öreg, de amúgy a jó védő. FIFA-ban is a jó kis védő. Nézzük Umtitit, 14 évesnek. Umti. 25. Akkor Kimpembe.
Igen, mondjuk Umtitit is le tudnánk igazolni. Hát de Umtiti, hogyha megjönne, akkor kirobbanna a kezdőből kapásból. Vagy Stones, vagy Otamendi. Úgyhogy... azt a mindenit várja. Mennyi volt ő? 23. Bepróbálkozunk Umtitinél is. Na, nem ezt akartam. Na nézzük, hogy jó. Rüdiger? Tényleg Rüdiger is van. Rüdiger, sosem fogytok ki a játékosok moskatszok, hihetetlen. Valami lexikonok, komolyan mondom. Foci lexikonok. Á, nem tudjuk leigazolni. Azt Tottenhamnél van Rüdiger. Hogy a viharban? Nem lehet leigazolni. Esélytelen. Hát jön a Brighton. És itt rotálunk. Mindenféle, nézzétek csak. Ó, de még miért rotálunk, gyerekek, hojjaj. Touré is játszik természetesen. De Bruyne helyett jön Mangalica, De Ligt. Így van. Remélem, hogy a jó meccsel búcsúzunk. Így van. Danilo, gatya, igen. Oké, okay. Danilo. David Silva. Kemény. Bernardo Silva, de rossz formában van, Jézusom. Na, ebből mi lesz, gyerekek? Már nekik vannak még, akit be kell tenni? Bernadeschit kell berakni, ja. Gündogan helyett. Fájó szívvel, de... hát ezt muszáj meglépni. Ugye, aki rossz formában van, ez Bernardo Silva. Gatya sincs valami jó formában. Egyedül a kapusunk. Touré, David Silva, Bernadeschi. Ja. Á, de le kell őket verni, gyerekek. Nincs mese, kötelező igazából. Le kell verni őket. Srácok, tényleg köszönöm. Nagy köszönet, hogy írjátok a játékosokat. Nagy segítség. Jeremina. Tényleg. Tényleg. Hú, de kíváncsi leszek egyébként, hogy mennyire válik be a Barszára. Hello and welcome to all of our viewers from around the world. We have quite a gaming prospect here. Just waiting for the players to emerge and we will be on the way. The teams then, Manchester against Brighton. I'm Peter Drury and joining me here, our expert Jim Beglin. Hi Peter, it's great to be here. A Brighton. Lafont a kapuba. Na nézzük a meccset. Srácok, oda kell tenni magunkat, nincs mese, meg kell nyerni. Nem bukhatunk pontot. Vagy pontokat. Oké. Okay. Oh, micsoda eladott labda. De Bernardo Silva nem tudom miért fetreng annyit a földön. Azt azért szívesen megkérdezem tőle. Danilo nagyon szépen indul a szélen. Gyönyörű érzékkel jön a beadás. Ott van! Bernadeschi gyerekek. Hát ez ilyet le kellett volna venni vele szerintem. Van Márton, igen. Öcsém. Silva. Jesus. Ez az, gyerekek. Járassuk szép. Bernadeschi. Ugye leszel adva öreg, mint a húzat? Touré, ajajajajaj. Húha. De Ligt, nagyon bátran előre jöttünk. Bernardo Silva jött Walker helyére vissza, és milyen szépen csinálta, azt a mindenit. Nem jött össze a sarkadás Touré-nak, basszus. A vén kecske. Együk már el! Atyaék, hát addig a szórakoztunk. Még rálőtték a kapura, hát hihetetlen. Szia Norbert! Mungala. Azaz.
Menjél, Bernadás, te jó Isten. Oppa, Jesus! Ott a labda, ott a labda, ott a labda! Kihagyja. Kihagyja. Hogy tudta ezt kihagyni? Kihagyta. Ezt nehéz ezt megemészteni. Főleg, hogyha 0-0 lesz. Szép belépő. Silva. Nagyon szép. A két Silva. Gyerekek ott a középpályás. Támadó középpályás poszton azért nem rossz. Rálőjük, gyerekek. Milyen jó tettük! Gól! Atyaék! Hát ezt hogy tudta berúgni? Jesus mindig csókolgatja a kamerát. Hát ez gyönyörű labdaszerzés. Erőszakos volt Jesus, és megtérült. Az komoly. Szevasz, Endre! Döbbenet. Gyerekek, komoly. Project Cars 2-es bajnokságra egyébként csatszok, még mindig lehet jelentkezni. És a FIFA 18-as bajnokságra is. Csapassátok, tényleg holnap jön az egyik bajnokságnak a szezonnyitó ausztrál nagydíja. A FA 17-es bajnokságnak, azon belül is a Daligának a szezonnyitója. Amit baromi a várok már. Nagyon jó lesz. Egy középre tett labda! Nem volt benne elég erő. Bernardo Silva fejelte rá a kapura! Bernadesi! Go! Igen! Igen! Hihetetlen Bernadesi. Csak belebotlott úgyis. Bernadesi. Nézzétek csak, hát ez... Körül kapott gyönyörű szép gólt. Hát ez védel... Hát ez... Nem lehet így védeni. Egy kis támogatás, jót igazolj belőlekre, nagyon szépen köszönöm. Na nézzük, gyerünk. Ott a labda. Igen. Oppa, 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 oppa. Okay. Nem tudjuk visszaszerezni egyelőre labdát. Bunda bala. Lehet. Elő. Hoppá, Tori, hogy elesett. Mekkorát esett a csóka. Nem. Bernadesi mellett gyönyörűen elpasszolták a labdát. David Silva megy a szélre. Ahol gatyának kellene lennie. Hát Bernadesi tekereg itt jobbra-barra pályán egy sem, mint finga gatyába. Hát szedd be össze magad, fiacskám. Menjünk. Bernardo Silva kapja vissza a labdát, de föltartja Rosenior. Hát ne, hazadta Krülnek inkább a labdát. Jó tette. A Delikt. Megoldod, Fater? Mondd, hogy megoldod. Támadjuk meg! Szép! Szép. Az igen. Veszélyes löket volt. De rossz labda. Bernadesi indulhat meg. Bernadesi! Nincs les! Hát de... Annyira eszetlenül rúgja rá a labdákat néha Bernadesi. Annyira eszetlen mozdulatai vannak. És ez mi volt, gyerekek? Mi ez a pöc? Mit akart ebből kihozni? Jó, még váratlan megmozdulás volt. Jó, oké. Szöglet. Touré végzi el a szögletet. És a David Silva. Kapura tudta bólintani. És jön a felszabadítás. Húha! Na Mangala! Deliktekkel igyekeznie. Szép Lafont, hát ez...
Így van, nem okozott gondot. Turénak fejére kell majd koppintani, gyerekek, hát mik ezek a labdák? Szép. Eljön, úristen, mekkora mákunk van. Az mi? Az nem volt les! Hát én meg már is engedtem itt mindent, hogy az biztos, hogy les. Az hogy nem volt les? Gyerekek, Jézus Mária. Hát ez fura volt, maradjunk annyiba. Manchester sitting pretty here at half time, 2-0 up. We're already back on the way here. Közben itt a telefonon el kellett indítanom egy frissítés, gyerek, egy 400 megás frissítés jött androidos rendszeren, rendszerű telefonomra. Komoly! Ekkora frissítés még életemben nem láttam. Itt telefonra. Te jóságos Isten. És a passz. Passz után passz, gyerekek, szépen járatjuk a labdát, ott megy a Jesus. Jézuska visszateszi Danilo beadással, eredménytelen, emberbe rúgta. Oké. Na nézzük ebből mi lesz. Na. Elég kiegyenlített a labdabirtoklás. Kicsikét pontatlanul passzolunk. Igen, mondjuk ezt érzem is néha. Oppá! Gyönyörű! Touré nagyon, nagyon szép helyen volt. Jól helyezkedett. Jó a labda. Ojjajajajajajaj, Jesus! Bernadesi! Visszateszi Bernadosi! Osta, mekkora gól! Ezt nem gondoltam volna, hogy bemegy. Ezt hogy tudta berúgni? Krül mit csinált itt? Pillangózott? Elment teljesen másik irányba először. Ott bukott az akció. Nézzétek, innen lehet jól látni. Nem. Innen, figyeld. Tehát elment balra, és ugye ellenkező irányba ment a labda. Team Krül 2,5 felé fogadott. Ja. A éves fizetését rátette. Hop, 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 hop. És ojoj, 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 ojoj. Ajton. Szép gól volt. Óriási létszám fölénybe voltunk pedig. Hát gyerekek. Ezt benyakaltuk rendesen. Öregem. Szépen bepiszkálta. Betette a lábát, kitette a lábát, kinek hogy tetszik. És a labda. Touré. Az nagyon jó! Hát... megvan a labda, gyerekek, te jó Isten. Szép. Igen, bírom, hogy akkora küzdés van néha a labdákért, hogy döbbenet. Jújjújjújjúj, támadjunk le, támadjunk le, támadjunk le, támadjunk le! Gyerünk már rá, menj már rá, menj már rá, menj már rá, hát itt nyomom. Vegyük el a labdát. De Ligtot elcsúszott Lafont! Lafont! Hú, ez nagyon nem volt szép tőle. Nem baj, a meccs hiány, gyerekek, fogjuk arra. Arra mindig lehet. Meg ő is ki tudja, mire fogadott. Szép. Megvan a labda. Így van. Atya, atya. De hova? Papám. Szép. Oppá!
az mi volt? Oj, de micsoda labda át... adás volt, te jó ég! Jesus! Já nem. Sarokkal gyerekek, gyönyörű mozdulatokat lehet látni tényleg néha. Na? Megvan a labda? Del Pinto jön be a pályára. No. Támadjuk le. Nem, amit a végén bajok lesznek. Megpróbálunk egyet cserélni is, kacok. Behozzuk ezt a Foden gyereket, komolyan mondom. Touré helyett. Tourénak már úgyis mindegy, ő már úgyse fog fejlődni. Ennyi, többet nem is cserélünk. Többieknek pihenniük kell. Jó. Benateschi. Fernandinho. Túltoltuk. Nem baj. Össze-vissza szanaszéjjel futkorászunk, már annyira fáradtak a játékosok, hogy... elég nagy fejetlenség alakult ki. Nem tudnak hova passzolni, mert az összes létező passzávot lefedezzük. Vagy hogyha oda is passzolnak, egyből ott van egy ember, és már is letámadja őket. Szóval nincs egyszerű helyzetben az ellenfél. Na nézzük ezt a Foden fiút. Itt van a Foden. Hú, de lassan mozog, te jó ég. És milyen pontatlan passz adott. Ojjaj. Fernandinho. Szöglet. Szöglet, gyerekek. Nincs mese. Vállalni kell a következményeket. Mangala, úha! Szép. Ez elég érdekes megoldás volt, maradjuk annyiba. Próbálta megtartani Jesusszal a labdát, de hát ez nem jött össze. Uha! Delikt! De szép volt. Megvan! Jó. Oké. Hát gyerekek, ennyi volt ez a meccs. 3-1. Nem volt rossz meccs, nem volt rossz meccs. Szóval... majd alakul ez még. Lesz ez még jobb is taktikát, majd finomra kell hangolni. Szóval lesz Arsenal leX-et, 1-1. Szép. Fölöttünk már a 6. helyen állunk. Szépen fokozatosan dolgozzuk le a hátrányunkat. Úgyhogy alapul a molekula, szépen. Na nézzük! Ali lejön? Vagy el? Aha! Jajjaj, Renato Sanchez, nem igazoljuk le, hogyha Ali jön. Ali jön, gyerekek, simán. Hát fogadjuk el akkor, hellóka. Hogy de így van? Renato Sanchez, majdnem 22 milliót kérnek érte. Komoly. Jó. Hát skacok, ennyi volt mára a PES. Ha még esetleg nem pöckötétek meg a like gombot, csapjatok egyet rá, skacok. Nagyon szépen köszönöm tényleg a biztatás, a segítségeket, a szurkolás, mindent. Hatalmasak voltatok. Lesz még biztosan PES a közeljövőben, úgyhogy nem kell emiatt aggódni. Biztosan lesz ennek folytatása. Kicsit hát ilyen 2 óra múlva jövök majd vissza Project Cars 2-vel mindenféleképpen, és csapatjuk majd a multit mindenféleképpen. És aki szeretne csatlakozni multihoz, nyugodtan lehet majd jönni mindenféleképpen. Nagyon szépen köszönöm a lucokat, feliratkozásokat, minden csacok, jók lehetek addig is, vigyázzatok magatokra. Szevasztok, hello.